Na, csak se került bekapcsolnom a mikrofont. Na, igen. Sziasztok! Fénylünk, lejövök ide közép. Ennyi, menjek ki. Na, megyek, nem kellek én ide. Nem, kérdezed. No. Na, közkívánatra sikerült elővarázsolni Felánt valahonnan a föld alól, legalábbis a Planet Taxi bugyraiból. És egyébként mielőtt elkezdtük volna ezt a mostani műsort, mielőtt kimentünk volna élőbe, hát 5 percig beszéltünk a Hot Tub jelenségről itt Twitch-en, megnézted. Ki volt ez? Indie Foxot? Mit szóltál hozzá? Na most vagy először Twitch-en, és itt szembesültél ilyen élményekkel. Csinos lány, kicsit hiába való foglalkozással. azt mondod, hogy felesleges sámlin ülni egy medencében? Kicsit felesleges. Tehát erre vannak más tube végződésű oldalak, amik ezt sokkal komolyabban tolják. Nem tudom, ez miért jó, hogy nézegetsz, vagy kimész a strandra, és ugyanezt látod. Tehát most így nem tudom. Tehát nincsen még strand. Lehet, hogy ez is a Covid alatt futott. Karantén strand. Nem is gondoltam még, hogy ez lehet, hogy ezért van. Hát lehet, hogy az emberek így gondolják, hogy ez így most fasza. Aki mondjuk audióba hallgat minket képanyag nélkül, mondjuk aki képpel néz minket, az se tudja, miről beszélünk, de aki nem tudja, a Hottubra keressetek rá teljes lelki nyugalommal. No, igazából nincsen a mai beszélgetésnek konkrét topikja, gyakorlatilag egy olyan beszélgetést fogtok látni, hallani, ami az Other Side-on kívül így végbe ment volna velünk, tehát mintha telefonon beszélnék, vagy egy élő szóban. És úgy általában, amikkel így szembesültünk az elmúlt időszakban, ez körülbelül olyan 2 órás időintervallumban, és akkor nem is húznám sokáig az időt, van egy játék, amit mind a ketten nagyon-nagyon szeretünk, és mostanában jelent meg a, mondhatjuk, hogy a ránc felvart változata. Igen, kevesebbet nem mondanék neki, többre nem méltatnám, majd mondjuk a ránc felvartnál. Neked hogy tetszik? Hát nekem tetszik. Tehát én sokkal kevesebbet vártam az első résznél, az update-nél. Ehhez képest most a harcrendszer az már nem annyira akadozós és lassú, hanem gyorsabban megy. Nyilván érződik rajta a kora. Tehát ezzel nem nagyon lehet mit csinálni. Nem arról volt szó, tehát ez egy remaster verzió. Tehát nem arról van szó, hogy itt kicserélik az egész harcrendszert. Ehhez képest, amit változtattak, azt szerintem sokkal jobbá tette. Tehát az, hogy gyorsabban pörög. A mesterséges intelligencia nem lett annyira hülye, mint az előzőben, tehát ott gyakorlatilag néha nem tudtál célozni a saját csapattársaitől, itt ez már ritkábban esik, meg megesik. Tehát bekóvályog eléd, de azért nem annyira sűrűn, most már a csapattársaid jobban tudnak célozni, tehát érezhetően most egy kicsit erre jobban rámentek. Mondjuk nekem nincs előttem nagyon akkor ezek szerint az előző, mert én pont azt nem emlékszel, hogy ez mekkora rakásszar volt. Lehet, hogy ez a probléma, mert a mostaniban hát azért találkozni olyanokkal, hogy az ellenfél konkrétan nem hajlandó elindulni, hátat fordít nekem, amikor rám kéne lőnie. Vannak ilyen dolgok, ez nem azt akarom, nyilván nem arra tendálom az egészet, hogy ez egy rakásszar. Nem, nagyon messze van a de úgy nagyon meglepő volt, hogy gondolkodtam azon, hogy ez régen is ilyen volt, vagy ennyit szépített volna rajta az emlékezet? Nagyon sokat szépített az emlékezet, emlékeztetésképpen X360-val jelent meg, exkluzívan, majdnem egy évig volt exkluzív X360-on, most semmi nem futott olyan rosszul, mint X360-on a játék a megjelenés napján. Borzasztó, ilyen 22-23 fps-ekkel működött a játék, emiatt sokszor még a célzás is nehézkes volt. Ugye nem volt benne semmiféle autóém, vagy ilyesmi nincs benne, most a konzolos verzióban van autóém, tehát az javította, elvileg a PC-sben is van akkor, ha gamepadot használsz. Bocsánat, ez egy kis függeléket hadd tegyek hozzá, az autóim az olyan faszán működik, hogy vannak ellenfelek, akik mellett ott vannak ilyen robbanó tartályok, és nem tudom eltalálni a robbanó tartályok. Mert mindig kurva autóim rá se jönnek. Hát, hogy jó, hát akivel régebben Mass Effect-et, az kikapcsolja ezt a gecivel, most azért ezt rátették, hogy a newbie-k, akik most próbálják ki először a trilógiát, mindenkinek javaslom, mert szerintem ez mai napig a legjobb ilyen trilógia, és ez a legjobb formája, tehát így ennél jobb formában már nem lesz. Az ugye, tehát a gameplay szerintem az elsőben, ahol hozzányúltak, ott hozzá kellett nyúlni. Lehetett volna bátrabban, de akkor nem lenne ilyen kedvező az ára. Ugye 3 játékot kapunk lényegében egy áráért, és emellett pedig azért a grafikai felújítás az elég komoly. Tehát hogyha, nem tudom, mennyire emlékszel az előző játék grafikájára. Igazából az a bajom, hogy pont azt mondtam itt a streamben, hogy nekem az a gyanúm, hogy ugye kinézett valahogy, amikor megjelent, és ahogyan emlékszem rá, az valószínűleg egy sokkal szebb játék, és valószínűleg arra a szintre húzták fel. Nem vagyok benne biztos, most, amikor látom, azért húzom egy kicsit a számot, mert pont így emlékszem rá, pedig valószínűleg pont nem így nézett. Kezdjük a technikai részt. Az eredeti Mass Effect az egy nagyon picivel 720p fölött futott, és úgy produkált ilyen 20 pár frame-eket. Tehát olyan felbontásra lenne egy mostani monitoron vagy tévén, amit így nem akarsz látni. Tehát az a klasszikus, hogy ez a Lego Star Wars, nem a Mass Effect, valami ilyesmi, tehát iszonyú kockás lenne a kép. Viszont így kiadhatják Nintendo Switch-re is.
gonosz vagyok. Igen, igen, valamiért neked. Most hol, hogy nincs itt az Zelda egy Nintendo? Hol az? Fönt. Ja, fönt felejtette. Ugye, fönt maradott. Tehát a lényeg, hogy borzasztó kicsi volt a felbontása, és emellett a textúrák is viszonylag kicsik voltak rajta. Ugye ezt most felhúzták, ugye AI-jal felhúztak egy csomó textúrát, de már esetleg nagyon jó minőségben húzták fel ezeket a textúrákat. Tehát most minden tűéles, minden nagyon, nagyon élre van vágva, a framerate-tel nincsen semmi probléma, tehát már önmagában ez egy hatalmas különbség, és ez nagyon sokat önmagában javít a gameplay-n. Most ehhez képest, amiket hozzányúltak, az nagyon jó, de szerintem a grafika hozzányúlás az a legfontosabb része ebbe az egészbe. Mert ugye pár ilyen YouTube huszár írogatta, hogy jaj, hát amit hozzájutok, azt egy modder megcsinálja. Nem csinálja meg, mert modelleket cseréltek a játékban. Tehát, hogyha valaki összehasonlító videókat néz a játékról, mert neked ugye kéne, mert jobbra emlékszel. Tehát amikor begugolsz egy olyan objektum elé, ami ilyen formájú kéne, hogy legyen, és az eredeti játékban az ilyen formájú, tehát ilyen szögletes, ezért három helyen van rajta a vertex sor, most pedig azt látod, hogy egy ilyen legalább 12 szögű poligon van, tehát magyarul ívnek látod a felületet, tehát nagyon-nagyon nagy gonddal nyúltak ez a dologhoz. Látszik az, hogy a BioWare-nek ez az utolsó dobása. Bocsánat, hát, csak ez nem sikeres, akkor gáz van. De ezt honnan lehet tudni? Pletykákból, iparági pletykákból lehet tudni. Ez érdekes egyébként, pont egy ilyen Mass Effect Legendary Collection kapcsán kapná a BioWare az utolsó esélyt, mert ha viszont ez tényleg egy utolsó esély, akkor viszont nem értem, hogy miért nem lépték meg azt, hogy átteszik a játékot egy új engine-re. Mondtad, hogy a költségvetés növelte volna. Viszont... Meg az időt, tehát nem lenne most kész. Tehát ha ezt az egész játékot át akarják pakolni, hogy az első az még... Tehát az első játék, menet közben próbáltak ugye engine-t váltani, és az első játék az teljesen nonsense, hogy ezt átrakott. Tehát egy ilyen nagy távolságban, 7 év vagy hány éve jelent, meg még régebben talán. 10 valamennyi. Tehát egy ilyen távolságban nem annyi átrakni egyik engine-ből a másikba, hogy átkopizod a fájlokat, és akkor tök jó most minden fasza, hanem ugye nagyon sokat változott az alatt a dolog. Lényegében újra fel kéne építeni a teljes játékot, ez pedig ugye egyrészt rengeteg hiba lehetőség egy ennyire összefonódott játéknál, ahol a játékállás alapján bizonyos dolgok, amik az elsőben történnek, azok hatnak a következő részek. Tehát ez egy rettenetesen nagy munka lett volna, tehát majdnem olyan nagy munka, mint a csinálnál egy játékot. És mivel lényegében a grafikát is fel kellett húzni, ezért azt kellett volna bevállalniuk, hogy teljes mértékben újra csinálják az egész játékot. És azt azért nem várhatjuk, egyébként szerintem ez a játék, hogy megjelenik ez a hármas csomag, sikeres lesz, akkor várhatunk Mass Effect folytatást. Reméljük nem olyat, mint az Andromeda, mert ők is érezték, hogy az azért annyira nem lett jó. Bár megjegyzem, az Andromeda most már annyira nem szar, mint amikor megjelent. Viszont a történettel meg most is azért vannak... De igazából a Mass Effect-nek az új részét az bejelentették, mert tehát elvileg az készül. Csak azért fura nekem, hogy nem kötözködni akarok, csak... Keményen félúton szereti lefújni az EA az ilyen dolgokat. Gyakorlatilag a BioWare élete múlik ezen a mostani dolgon. Én is azért raktam ki újra azt a badge-et, amit egyébként akkor kezdtünk el hordani, amikor az EA meg akarta változtatni a harmadik rész végét. Meg is sikerült neki, de szerencsére mi nem attól tartottunk, hogy abban a részben nyúl bele, hogy vizuálisan mutassuk meg mindent, hogy a karakter mikor ment ki WC-re, meg hogy szállt be az űrhajóba, hogy ült le a székre, hogy vakarta meg a seggét, hanem azt gondol, mindenki attól félt, hogy az EA úgy akar belenyúlni a végébe, hogy pont a mondani valója veszik el. Mert a mondani valója jó volt, eltekintve nyilván a vizuális megjelenítés, a piros sugár, kék sugár, zöld sugár elven, mindenki ezen akadt le, de a mondani valója a végének az földbe döngölően jó volt, és egy nagyon jó morális kérdést vetett föl, és mindenki attól tartott, fejlesztők is sokan, hogy ezt akarja az EA egyszerűsíteni, tehát hogy ne legyen ilyen markáns. És hát sokan nem is értették, hogy a kisfiúval beszélgetése végén, az mindenki kiakasztott, hogy miért kell kisfiúval beszélgetni, miért nem valami epikus harc. Tehát igazából szerintem ez zseniális volt a vége, és akkor elkezdtük ezeket hordani, most újra előkotortam egy régebbi kabátomról, hogy kitegyem, hogy megjelent az új rész, vegyétek meg, ne leárazva vegyétek meg, mert a leárazott játék, ugye hallottuk a... Volt erről szó. Igen, ez teljesen igaz, tehát a leárazott játékon nem sok haszna van a fejlesztőnek, ráadásul az első időszakban kell elég sokan megvenni ahhoz, hogy értelmes eladásokat produkáljon, hogy kiadó azt detektálja, hogy igen, jó a játék, kell folytatás, a csapatot egybe kell tartani, stb. És az Electronic Arts tudjuk, hogy nem nagyon szívbajos, hogy a csapatot szét kell rúgni. Csak tudod, ez az a fura, hogy ha most remake-elik ugye a Mass Effect, nem remake-elik, remaster-elik a Mass Effect-et, egy remasterelt Mass Effect, itt pont a Steam-re érkezett visszajelzésekből alapján mondom, hogy egy újonnan érkező embernek túl sokat nem mond. Tehát, mert ahhoz meg pont annyira kockás, darabos, esetlen, meg szerencsétlen az egész. Hát hogy azért a második rész, meg a harmadik rész már nem. A harmadik rész az majdnem úgy néz ki, mint egy mai játék. Valóban, de mondjuk az első részt, aki végignézi, és még nem csípi be a történet, azt
Ennyivel nem hiszem, hogy el lehet kapni, csak arra akartam utalni, hogy volt a fejlesztők vezetőjével egy interjú. És azt mondta, hogy azért nem tették át másik engine-re a Mass Effect-et. Nyugodtan mondtad a francia, hogy engine-re. Engine-re, azt mondtam véletlenül? Engine. Bocsánat, ja, a GG-nek mondtam, elnézést. Gépzsine. Mondanám, hogy majd kivágod, de itt tudtam az állat. Nem, hát ez élőben megy. És ő azt mondta, hogy azért nem tették át Unreal Engine 4-re, mert hogy nagyon sokat elvesztett volna a játékélményből, hogyha átkerül abba a környezetbe. Nem tudom, mennyi volt ebből porhintés. Valószínűleg, hogyha a költségvetési okok voltak az Unreal Engine 3 mellett, akkor valószínűleg ez hülyeség, mert más miatt ragaszkodtak hozzá. Igen, egy dolgot veszítettek el, azon nem rakták át új Unreal Engine-be, gyakorlatilag a ray tracing lehetőségét. Uh-huh. És hogyha mondjuk egy olyan szintű játékot akartak vele becsinálni, akkor az összes mindent újra kellett volna ennél jobban világítani. Így is nagyon sok világítás trükk van benne, amik szerintem mindenhol jót tettek neki. De igazából akkor még durvában át kellett volna az egész pályákat rendezni. Meg ugye, amit észreveszel az első részben, azért olyan régi, mert baromi picik a pályák. Tehát gondolj bele, ezt egy 512 megabyte memóriájú hardware-re csinálták. Uh-huh. Tehát egy fél gigás hardware-re csinálták, és így is geci sokat töltött. És most ez a pálya méret, ez elég erősen definiálja. És most ugye már nagyobb a hely, ugye nyilván a nagyobb az alap memória követelmény is, mint ennyi. És ugye ebből azokból tudták egyáltalán a geometriát följebb húzni, mert ez se fért volna a memóriába, de a pályák méretét nem változtattak, mert ugye azt akarták, hogy a klasszikus jöjjön el hozzá. Tehát lehetett volna minden helyszínt újraépíteni sokkal nagyobbra, de ugye akkor meg az lett volna, hogy hát a valódi történetben ott ennyi történik. Tehát ez egyszerűen nem kell nagyobb helyszín. Uh-huh. És akkor az lett volna, mint a Ubisoftos Far Cry játékokban, tudod, hogy rohangáz össze-vissza, mint a tökéletlenegér, és az egész játékban. Igen, megy fel a toronyra, néz körül, Mass Effect-ben, tudod, Reaper Tower-ek lettek volna körbenézel, és ugye, hogy hű, de jó, most már tudom, hogy ki vagyok én. Ja, ott hagytam a Normandit, nem tudtam, hol parkolok. Tehát így igazából egy nagyon-nagyon gáz lett volna, hogyha ha ennél jobban belenyúlnak. Ugyanakkor igen, tehát én biztos, hogy inkább azt tettem volna, mondjuk a kettesnek a harcrendszerét átraktam volna az elsőre, csak az meg megint azt érintette volna, hogy a legjobban RPG az első rész. Tehát, hogyha... Igen, aztán áttolódik az akció. Igen, ez még nem is annyira a RPG, mert inkább egy olyan RPG, amiben az akció az úgy megjelenik. Tehát úgy van egy ilyen része, hogy úgy kicsit jobban bele tud magadat élni, de ez egy sztori mesélős RPG, és sok tekintetben inkább egy kalandjáték, mint mondjuk egy akciójáték. A második rész az egy ARPG, elég egyértelmű egy ARPG. Tehát ott már az akció eléggé előre jön, és az RPG vonal egy picit visszaszorul. Tehát, hogyha viszont olyan mértékben változtatták volna, hogy azt érezt, hogy mennyire jó egységes lett a trilógia, akkor egy csomóan azt mondták volna, hogy úristen, meggyalázták a gyerekkorukat. Tudod, mint a Star Wars-ra is volt. Visszamenőleg meggyalázták a gyerekkorunkat. Ja, egyébként a Star Wars hasonlat, örülök, hogy följött, mert nekem például, amikor először játszottam a Mass Effect-en, nem volt ennyire szembeötlő, hogy ez milyen mérhetetlenül merít a Knights of the Old Republic-ból az egész játékmenet, az egész térkialakítás, sőt, én megmerem kockáztatni, hogy vannak pálya részek, amik egy az egyben át vannak emelve a Knights of the Old Republic-ból. Költséghatékonyság. Ubisoftnál nem tud fel, amikor ugyanaz volt a térképtől. Még azt az iszkribe is találunk majd szerintem farkányos térképet előbb-utóbb. Nem gondolom. Erre így nem koncentráltam. Jó, volt egy jó terán, érted? Ezt sokszor el kell adni. Van egy fejlesztő csapat, akik a Bioshocknak a remasterjét csinálták. Most volt egy ilyen kezdeményezésünk Adrival, hogy nyomjuk végig azokat a játékokat élőben, amik számunkra kiemelt fontossággal bírnak. Ez három játék, a Bioshock, a Mass Effect, meg a Metal Gear. A Metal Gear nem fogjuk teljes egészében, az valószínűleg a negyedik rész, mert az inkább cinematik, az külső szemlélő számára is élvezhetőbb. De volt egy nagyon érdekes jelenség, hogy a Bioshock remasterjét azt egy Blind Squirrel nevű fejlesztőcsapat csinálta. A Vakmókus. Hát sok van. Esetben, ahogy hozzányúltak az arthoz, én is úgy éreztem, hogy egy vakmókus csinálta. Igen, és az hagyján, de a mentési rendszerben találtunk olyan problémákat, képzeld el, hogy fix számú slotra lehet menteni. De ez az adott fix szám el van osztva a három játékra. Tehát, hogyha az első játékban mentettél 8 helyre, vagy nem tudom mennyire, akkor másikban konkrétan nem tudsz menteni. Hát, vagy felülírod a régieket. Nem tudod felülírni? Nem, meg se jelennek. Tehát gyakorlatilag vissza kellett töltenünk az első részt, és például a menüből nem lehet törölni a mentést, be kell lépni a játékba, és onnan törölni a mentéseket. És ilyen, tudod, ilyen nagyon fura volt, és nagyon fostam, mert ugye ez a csapat dolgozott egyébként a Mass Effect-en is. Tehát ők ott vannak, mint behúzott külső segítség, és nagyon fostam attól, hogy, hogy szar lesz a végeredmény. Hál' Istennek ez nem történt meg, tehát nem, azért nem, úgy nem, ezt, nem hogy tudtak elrontani. Annyira azért nem tudták ezt is szétcseszni. Kicsi volt már ez a BioWare, tehát amennyire kiirtották a fejlesztőket, meg eljöttek maguktól, tehát igazából olyan kevés ember maradt ott, hogy tényleg ennek a csapatnak. A BioWare értékje egyedül a Mass Effect. Tehát jelben a pillanatban. Ugye hát amit az Anthem-mel műveltek, azt jó. Ahhoz már csak tényleg az kellett, hogy fekete-fehér lett volna a játék, és valaki zongorázik a háttérben, és néha így ilyen bepattognak ilyen csíkok, meg ilyen rossz filmek, hasonló dolog. És így ugrik egyet, ilyen 12 frame per szekes, ezért tekeli valaki a kamerát típusú dolog. Tehát borzasztó volt
az Anthem. Most ahhoz képest ugye nem volt túlzottan nagy eresztés az Andromeda se. A végére azért látszott, hogy megtanulták, mi az az animáció, tehát most már most letöltöd, és most megnézed, vagy megveszed, vagy akármi, én Steamről szedtem el nemrég megnézni, hogy most milyen állapotban van. Most már azért az, amit úgy egyszer végig lehet játszani, de a sztori akkor sem valami Oscar-díjas. Abban volt co-op, jól emlékszem? Fú, nem tudom, meg se próbáltam ilyet Mass Effect-be, hogy co-op-olni. Aha, mert nekem valami derek, hogy a Mass Effect Andromeda, mintha tudott volna co-opot, de nem tudom, hogy tényleg a sztori tudott co-opot, vagy csak volt egy játékmód, ami tudott co-opot? Nem, szerintem, mintha nem tudott volna co-opot, azt szerintem a multiplayer között volt valami, de azt most kidobták belőle joggal, tehát a Mass Effect-ben nem hiányzik semmiféle. Az alapban tudom, hogy nem volt, csak hogy az Andromédában volt-e co-op. Nem tudom. Mindegy, nem biztos, hogy ez most egy osztószorzó tényező. Hát ott igazából a sztori szerintem, ami a... Mindenki azt látta az ellen, mennyire rossz benne az animáció, de maga a sztori sem egy nagy eresztés. Tehát jó ötlet az alapkoncepció, de hát az a főszereplő, tehát vagy a főgonosz, meg az egésznek a lefolyása, meg, tehát maga a sztori az egy nem nagy eresztés. A harcrendszere az néha élvezetes ezzel a űrninja megoldással, hogy ilyen nagyon gyorsan ugrálsz, meg az egész dolog azért úgy flottabbul akciójáték, viszont szinte teljes mértékben kihalt belőle szerintem a szerepjátékos vonal. A párbeszédek leegyszerűsítése szerintem az a legrosszabb döntés volt abban a játékban. És most egy kicsit talán, hogy visszanyúlt ugyanez a csapat ugye a régi Mass Effect-re, most talán megnézik azt, hogy mitől volt jó az, amit az elődeik csináltak. Aha. Mert ugye itt végigmentek az egészen mind a három játékon, tehát elég sok mindent dolgoztak át. Akkor ez egy Discovery folyamat lehet részükről? Hát szerintem maximálisan a fejlesztő az tanul, tehát azt tudni kell, hogy a fejlesztő nem úgy születik, hogy csak ott egy világhírű játék, hanem azért van közte pár lépcső, van közte pár távolság, és ez azért egy fontos dolog. Tehát látszik a különbség, tehát amennyire a grafikai rész föl van húzva az újba, ahogyan nyúltak, a karakterszerkesztőben azon rögtem, hogy benne hagyták a régi nagyon segg arcokat, és amit biztos, hogy senki nem fog választani, tehát olyan borzasztó arctextúrák, meg egy-két dolog maradt benne, ugyanakkor több a haj, több azért a lehetőség. A maga a szerkesztő azonos, csak most egy kicsit azért úgy kifinomultabb, tehát hogy az elsőnek a szerkesztője az ennyire se volt jó, az borzasztó volt. Tehát abból csak és kizárólag olyan embereket lehetett csinálni, aminek a két szeme között három szemnyi távolság volt, tehát itt volt a szeme, csak gorilla bácsikat lehetett vele generálni, csak raptor állkapcsú embereket lehetett csinálni, és az a baj, csak ilyen nőket is, és ez sokkal rondában nézett ki. Most a jelenlegi, az a második részt, vagy igazából szóval a második résznek a karakterszerkesztőjén alapul, tehát mint az ott nagyon nagy volt az ugrás, és most az egészre legalább egységesen lehet dolgokat csinálni, nyilván azok az elemek is benne vannak, ami az elsőben, de most legalább lehet normális arcokat csinálni vele, hogyha nem a default elindítasz, viszont érdemes megnézni a default női Shepard is mennyivel szebb arcot kapott, tehát mintha már tudnának női arcot is modellezni a srácok. Igen, csak a szemhéja van valami. Én szeretett, hogy nagyon fennakad a szemhéja a csajnak, és állandóan hogy nagyon fura szögből néz, ilyen feldobott állal, kitágult szemmel, és néztek, hogy ettől kicsit ilyen tragikomikusak lesznek a párbeszédek, hogy mindig úgy néz, mintha egy arachnofóbiás látna egy hordapókot felé rohanni. Ezt csak te látod bele, mármint ezt a pók dolgot. Lehetséges. Aha. A pók dolgot igen, de ettől még olyan nagyon fura. Na mindegy, de egyébként ezek csak apróságok, hogyha már így beszélünk erről. Ha a bevilágításban vannak gondok a játékban, tehát például van egy rész, amikor megérkezel a Citadelbe, és ki tudsz bámulni ott az ablakon, ez aha, egy ilyen random fasság, tart talán fél percig, vagy addig se. Ott időnként mozgatják a figurák a fejüket, most pont nem fogom tudni megmutatni, neked pedig lerögzítettem, és olyan nagyon-nagyon darabosan, szögletesen, tehát a mai technológiákat elnézve példátlanul csúnyán sötétedik be az arcuk. Ez azért van, mert a bevilágítással kúrtak el valamit, vagy az Unreal Engine alapból? Nem, valószínűleg azért van, mert nem jelentős és nagyon kis felbontású háttérkarakterekről beszélünk, ami nyilvánvalóan még rajta hagyták a régi legacy shadereket, amik nincsenek átrakva fizikbe shadingre, mert úgyis a háttérben van, nem látszik. Leszarták. Hát ezek a csapattársaink. Csapattársak tönnek ilyennek? Nem tudom, ezt nem vettem észre, de biztos nem néztem akkor arra. Megmutatom, mert le van rögzítve. Hát figyelj, pont a sötétedések, amin nagyon sokat javítottak, ott valószínűleg akkor a világítás nem százas, de hát most őszintén hány napja jelent meg? Hét. Hát, azért várható, hát most gondolj bele, hogy azért már majdnem egy hónapja aranylemezen van, tehát nagyon fundamentális hibák nincsenek benne. Pár kisebb grafikai glitch biztos, hogy becsúszott, mert ez azért keci sok munka. Tehát gondolj bele, hogy ez hány játék, ez hány óra játék, és hány felé tudsz nézni ez alatt. Persze, hát a Square Enixnél ugye végig asszisztáltuk a Final Fantasy 7-nek a remake-jét, úgyhogy az hasonló léptékű munka. Igen, tehát ez azért itt is az van, hogy maradhatott benne pár kisebb glitch, de őszintén szerintem ez egy nagyon derék munka. Tehát örülök neki, hogy megint végig tudom játszani. Újra neki tudok ülni, és igazából most egy kicsit úgy jobban összefésülve, jobban összeérelve. Hát körülbelül olyan most a Mass Effect, aminek akkor kellett volna lennie. Nyilván nem tudott az akkori hardvereken ilyennek lenni. Most bocsássuk meg neki azt, hogy azért nem tegnap készült az első rész. Tehát szerintem ez egy példanélkülálló trilógia. Örülök, hogy ilyen
minőségi formában jelent meg újra. Egy gondolat erejéig maradjunk a BioWare-nél, mert mondtad, hogy nálatok azért vannak iparági pelegykák, és ez is egy érdekes info, hogy a BioWare kvázi az utolsó esélyével karistolkat a Mass Effect Legendary Edition esetében. És felmerült bennem az, hogy egy akkora csapat, mint a BioWare, az reális-e külső szemlélőként, amit látunk, hogy egyszerre dolgozik a Legendary kiadáson, dolgozik az új Mass Effect-en, dolgozik az új Dragon Age-en, és csak alatt ez három AAA léptékű játék. Rengeteg külső segítségével dolgoznak ezeken a dolgokon, azért tudni kell, hogy a játékfejlesztésnek a nagy része az grafika készítésből áll, tehát időben a nagy része, miért valami programozó ránk ír, hogy kurva anyád. Tehát nem, tehát az a lényeg, hogy a nagy része időben a grafika, és ugye ezeknek az előállításán rengeteg külsős satellite stúdió dolgozik. Összefogni össze lehet. Tehát ha elég programozójuk van erre, akkor simán össze lehet fogni ezeket a játékokat belülről. Oké, de egyébként ez reális? Tehát erre van egyébként példa, hogy ténylegesen három AAA játékon dolgozik persze, a stúdió? Persze, mert... teljesen reális. Hát különösen akkor, úgyhogy nem nagyon tudjuk, hogy mondjuk az új Mass Effect mikor jönnek meg, úgy kurvára reális. Ja, majd valamikor az új generáció közepén tudod kijön, és akkor itt 4 év múlva, és így... Kb. Egyébként az lenne a reális, hogy 3-4 év múlva jönne az új Mass Effect. Nem tudom, meglátjuk. De az a baj, hogy addigra már lemegy a hype-ja. Az egyébként elég, szerintem eléggé sikeresen fogadott, és elég jó kritikákat kapott ugye erre a Remastered Edition-nek. Már megjegyzem, hogy felhoztam majd a kritikre. A 6.3-as user rating, tehát pár napig tiltották az ellenőr user ratinget, most ez valamit a kritikán. Amikor kiengedték, akkor ilyen 6.3, és olyan kritikákat kapott a játék, te jó vagy, hogy beleolvastál egy-kettőbe, de nem kellett. Ezek a user értékelések. Igen, user értékelések. Tehát, tehát jó, hogy azt nem mondták, hogy ez kurva szar autóverseny. Tehát kb. Csak ezt nem kapta meg a BioWare. Amikor autóverseny, ez tényleg szar lenne. Ugye milyen szar autóverseny? Tök lassan szaladsz. Tehát így esélytelen vagy. Tehát mindenféle bajuk volt. Miért nem csinálták teljesen újra a játékot? Hát azért bazd meg, mert akkor nem három játékot kaptál volna egy elején, hanem egyet. És még mindig csinálnák. Egyébként ez tényleg egy irreális elvárás lenne a játékipartól, hogy például ezeket elmondják az embereknek. Tehát ő valaki kiálljon és azt mondja, hogy srácok, az a helyzet, hogy az, amit ti szeretnétek, az nem ennyibe került volna. De hogy többet nem hívta, lassan azt is el kell mondani az embereknek, hogy fiúk-e vagy lányok. Tehát a probléma az, hogy ennyi kommunikáció a galaxisban nincs. Tehát ha folyamatosan valaki pofázna erről, akkor meg az a baj, hogy az átlag ember három mondat után elveszti a fonalat. Tehát ezt nem lehet elmagyarázni egy embernek, hogy mi miért van. Hát nem, de van a kettő között azért valami. Tehát például az, amikor azt kommunikálták, miért nem tették Unreal Engine 4-be, abban csak egy függelék lett volna, hogy azt mondja, hogy srácok. Azt mondták, hogy csinálnak róla egy remastert. Nem tudom, mióta kommunikálják, hogy mennyit javítanak rajta, hogy néz ki. Az kapnak hideget, meleget rá, az egyik fel azt mondja, hogy jó, a másik fel azt, hogy rossz. Jellemzően, akik szeretik a trilógiát, azok azt mondják, hogy ez tök jó, hogy egyáltalán felújították. Figyelj, ez egy tök régi játék. Most, hogyha nulláról újra csinálnak a Mass Effect első részét, akkor geci sok mindent kéne megváltoztatni. Uh-huh. És akkor jönnének az Andromédás párbeszédek. Tehát azt azért nem akarod, ugye? Tehát, nem, ez a burkoltan azt mondod egyébként, hogy a mostani BioWare-ben nincsen meg az, hogy létrehozza akár Mass Effect 1-et újra, Mass Effect 1 minőségben. Hát azért, mert ez nem az a korszak, mint a Mass Effect 1, amikor megjelent. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy a BioWare-ben megvan-e, hanem hogy a közönség hogyan reagálna most egy új Mass Effect-re. Tehát te jól reagálnál rá, mert egy öreg ember vagy velem együtt, tehát mi régen játszunk, mind a kettőnknek őszül a szakála, de egy mostani gyerek nem ilyenekkel játszik, hanem olyanokkal, mint a Fortnite, meg a PUBG. Felfogod? Már lassan, mert egész világ Fortnite, meg PUBG. Tehát nem szeretnének ennyire elmélyülni benne. Ennyi mindent el kell olvasni, meg kell hallgatni. Tehát ne szórakozz, mert ennyi NPC-t nem tudom nyilván tartani, annyian szembe jönnek. Tehát ma már nincsenek ilyenek a játékokban, felgyorsult a világ. A Mass Effect az egy előző korszaknak a terméke, amit hogyha remékelnél, akkor lényegében teljesen remékelni kell. Nézd meg például, hogy remékelték ugye az első, gyakorlatilag remékelték az első Ratchet & Clank-et. Nem most, hogy gondolok, hanem az előző PlayStation 4-re. Az összes, az a játék a saját idejében, nem tudom mennyire emlékszel, PS2 jelent meg. Nincsen, igen. Az felnőtt és gyerekhumort egyaránt tartalmazott, mint egy jó Disney mese, amiben mind a két réteg megvan, hogy beülsz a gyerekeddel a moziba, és akkor nem az van, hogy a félző apuka elalszik, a gyerek meg ott végigrövi az egészet, hanem vannak olyan poénok, amit az apuka ért, van, amit meg a gyerek, és próbálják kiszolgálni mind a két réteget. Ilyen volt az első Ratchet & Clank. A remék, az pedig tele lett ilyen debil pofárásos poénokkal. És tudod, ilyen gyönyörű a játék, de elképesztően buta. Én csak azt tudom róla, hogy nagyon vegyes kritikákat kapott. Hát vagy úgy emlékszem rá, a remake. A remake, hát azért, mert mindenki, aki játszott az elsővel, és az egy zseniális játék volt, zseniális karakterekkel, zseniális párbeszédekkel szakadtunk a röhögéstől rajta. Most pedig végigjátszod a reméket, és ezt csinálod, hogy...
Tehát tök jó, vannak benne jó ötletek, például az a pixelizátor fegyvernek a leírása, amikor lerövöd és pixeles lesz az ellenfél, és akkor az van a fegyver leírásában, hogy azért, mert régen minden pixeles volt, és ez valójában visszalövi a múltba. Tehát ilyen, de ez jó. Igen, ez az egy jó. Végig játszottam a reméket, és tudom. Igen, igen. Most szerencsére ugye elvileg nagyon sok készítő, aki dolgozott most a legújabban, az az elsőnek a csapatából való, úgyhogy reméljük, hogy visszahozzák ugyanazt a fajta rétegzett poén, mert nagyon jól néz ki megint a játék, de ha megint ilyen debil poénok lesznek benne, azt így az ami borzasztó lesz. Hát nagyon remélem, hogy visszajönnek a felnőtt poénok is. Itt a Harry Hard most mondta a chat folyamon, hogy az It Takes Two-nál is vannak nulla pontos user score-ok, mert nem lehet egyedül játszani a játékkal. Jó, hát nyilván ez egy kóopra kihegyezett játék, ugye arra van, hogy ketten játszatok vele, de ketten játszatok vele, akkor szenzációs. Én javaslom neked, hogy kedves feleséged, hogy tudtok, akkor üljetek le és játszatok ki az It Takes Two-t, ilyen zseniális tudsz. De visszakanyarodva egyébként, valahol egyébként az, amit mondasz a Fortnite-os, Mass Effect-es példával, az nem az olyan, mintha és egyben kicsit provokálnak is. Nyugodtan, az azért vagyok itt. Úgy jöttem egyébként így. Tehát ez nem olyan kicsit, mint hogyha a AAA játékszektor az mostanra már kapitulált volna a játékos ízlés előtt? A fősodratú játékos ízlés előtt? Ez azért rossz kérdés, mert ez azt jelenti, hogy tegnap születtél. A AAA játékszektor ugyanis mindig kapitulált a játékos ízlés előtt. A AAA játékszektor az világ életében mióta létezik, beleértve a játéktermi automatákat a 80-as években és a jelenlegi PC-n vagy konzolon futó játékokat, az úgy készül, hogy van egy felmérés, hogy mit akar a közönség, rosszabb esetben mellélőnek, és ennek a felmérésnek az alapján enged meg egy kiadó, vagy ad ki egy kiadó egy játékot. Máskülönben nem adja ki. Az készül, amit az emberek akarnak, Zoli. Valóban, de régen szerintem az emberek régen sem akartak igazából olvasni. Mégis kijött egy olyan játék, mint de nem volt más technikai lehetőség. Tehát a Mass Effect költségvetése az elsőnek, az a saját idejében nagy volt. De most már azért jelentősen nagyobb egy játék költségvetése, mint akkor. Tehát most már minden szart el lehetne mondani audiológnak, vagy videóba, vagy akár meg lehetne csinálni. Most. Akkor még nem lehetett. Tehát azért kellett annyit olvasni, mert volt egy fix költségvetés, és annak eléggé a szélén volt a Mass Effect. Ez tiszta sor. Viszont ez a fajta, ez a réteg, aki eddig akkor se akartak jelen olvasni. Volt, nyilván nem akartak, de mégis megvolt az a fajta tartás, egy művészi vízió, vagy akármi, hogy létre akartak hozni mondjuk egy ilyen. Most ragaszkodjunk csak a Mass Effect-hez ennél a példánál, okay. És nem mozduljunk ebből ki. Lenne. Tehát most előtöttünk el arra a pontra, hogy ez a fajta másik súly, ez akkora lett, hogy igazából már nem akarnak ezzel mindig szembe is, mindig is akkora volt a súly. Csak gondolj bele, amikor a Mass Effect kijött, akkor az emberek fajlagosan sokkal több időt töltöttek játékkal, ezért sokkal mélyebb játékokkal játszottak. Most az átlag, nézd meg, hogy miért vette át egyértelműen a vezetést a játékiparban a mobilpiac. Mert az átlag embernek nincs arra ideje, hogy belemérjen egy játékba és 500 órát beletegyen. A geekek tesznek bele, mi rakunk bele, azok az emberek tesznek bele, akik régen is hardcore gamerek voltak, én már csúszom vissza ugyan a midcore-ba, mert nincs annyi időm, de igazából azok az emberek játszanak a hardcore játékokkal, mint régen. A mostani generáció az neki áll egy Fortnite vagy PUBG-vel, nem akar mély történetet, nem akar belemenni, nem akar olvasni, nem akar semmit. Van fél órája, akkor játszik, vagy van egy órája, akkor játszik. Nyilván azt is túl lehet tolni, de a lényeg, hogy sokkal kevesebbet, fajlagosan sokkal kevesebb időt töltenek az emberek játékokkal. Egyébként nagyon szépen látszik az, összességében többet, mert több ember játszik kevesebbet, de ugyanakkor látszik az, hogy ezek a játékok egyre sekélyesebbé válnak, és nagyon ritka egy olyan vállalás, mint mit tudom én, a Fallen Order, ami hosszabb, azért fel van építve, meg van narratívája. Tehát, de most gondolj be, a Fallen Order is egy kulcstartó felépítésben mondjuk egy Mass Effect-hez képest, különösen az elsőhöz. Tehát mekkora lore van mögötte. Tehát ki az, aki az összes szaros bejegyzést elolvasta? Én elolvastam a Mass Effect, még kiszótáraztam, amit nem értettem, érted? Tehát így rohadtul érdekelt, hogy pontosan mi micsoda abba a világba, mert az olyan szinten fel van építve. Most mondj egy olyan játékot, ami ilyen szinten fel van építve, és ez nem azért van, mert hirtelen a fejlesztők elfelejtettek játékot csinálni, vagy a kiadó hülye lett, hanem azért van, mert azt látják, hogy azok a játékok sikeresek, amik olyanok, mint a PUBG. Tehát ami lényegében egy könnyen instant fogyasztható, mondjuk, hogy jó minőségű termék, de igazából nem akar nagyon mélyre menni, mert az emberek nem itt akarnak mélyre menni. De a kettőnek nincsen valahogy közös halmaza? Tehát az, hogy mondjuk van egy oldal, ahol audiologban el van tárolva az összes bizbasz lófasz, bocsánat, a bögréről például, amiből most szűrtsük ezt a tök jó 100%-os almalevet, és ott van a másik tartomány, ahol például PUBG-zel meg Fortnite az egész nap. A kettő között nincsen meg az a fajta átmenet, hogy mondjuk a narratíva az egyszerűen fogyaszthatóan kerül átadásra, mint mondjuk például egy Last of Us 2-nél.
ahol nem audiologoznod kell, audiologozhatsz, de alapvetően a történetet megkapod. A Last of Us 2 költségvetése az az egész Remastered Edition itt felüti, és sőt felütötte volna egyébként az első két Mass Effect-nek az összes költségvetését. Jó, mondhatnánk a Tsushima-t is. De igen. most csak a Sony címeinél maradva, mert most azon értem az kívül azt azért vitatnám, hogy a Last of Us 2-nek a narratívája minden ember számára fogyasztható, mert ugye ismerjük, hogy hogyan reagáltak rá az emberek. Nagyon durva dolgokat nem vettek benne észre, és az ellenkezőjének értelmezték. Tehát még gyakran reviewerek is, a szerencsétlen Angry Joe is mit récskrittelget, tehát félreértéseket csinálni, nézem, hogy úristen, te most értetted, hogy mit nézel, vagy mi történik körülötted? Tehát nem tudod, hogy ki vagy még, vagy valami nem stimmel, átprogramoztak. Tehát igazából az van, hogy más a közönség, és egyébként a Last of Us-nak a fogadtatása az tökéletesen megmutatta, hogy milyen a közönség. Az egy nagyon-nagyon szomorú olvasat volt. Tehát az a játék az történetben nagyon-nagyon felülütötte a játékosok. Nincs ezzel baj, csak már másfajta játékokat kell csinálni. És igazából az ipar mindig ilyen játékos vezérelt volt. Tehát mindig abból készült sok, amit az emberek akartak. De egyébként volt egy másik érdekes olvasata is annak, ami a Last of Us 2-nél történt. Ugyanis az ember azt hitte volna, hogy az a fajta üzenet, amit az megfogalmaz, az úgy belesimul a korszellembe, fogalmazzunk úgy. És ehhez képest azt láttuk, hogy a videójátékos társadalomról túlnyomó részt lepattant. Nyilván azért ez nem ennyire egyértelmű, bár tegyük hozzá, hogy nem látjuk a Last of Us 2 eladási számokat. Uh-huh. Azt tudjuk, az első egy hét alatt nagyon szépen fogyott, de utána leállta róla a Sony kommunikáció, ami szerintem az egy kicsit baljóslatú. Az inkább misszió szerintem, mint kasza. Igen. De egyrészt kíváncsi lennék rá, másrészt meg ez szerintem mégis egy érdekes olvasat, nem? Hogy az egyik oldalon ott van az, hogy figyelembe kell venni, hogy milyen irányba tendálnak a játékosok, de hogyha mondjuk ezt figyelembe veszed, akkor értelmes lenne figyelembe venni például a korszellemi sajátosságokat is, és mégis annál ez valahogy nem működött. Ez csak azért mondom, mert igazából más a játék, ami ezt megpróbálna ennyire csúnya szóval kiszolgálni, nem nagyon került. Ugye a Sony kísérletezik. Tehát ha más nem, akkor nézd meg a Returnalt. Tehát igazából ki merte volna azt kiadni. Most őszintén. Most attól, mert szép és létrészelt, meg jól néz ki, de ki merte volna azt kiadni, azt a játékot, amiben nincsen szép. Tehát ki mert volna kiadni egy ilyen játékot, ráadásul egy roguelike játékot A-kategóriás címkével, A-kategóriás áron. Csak a Sony ilyen bátor. A Last of Us megint egy ilyen dolog, hogy ők mernek kísérletezni, mernek művészkedni egy kicsit. Tehát a rólad is lepergett Last Guardians, hogy milyen szar. A Sony ki mert adni egy olyan játékot, ami benne egy mesterséges intelligenciát tanítasz viselkedni. És igazából valóban, amíg nagyon hülye, addig nagyon szar a játék. Tehát ez a koncepciónak a lényege. És amikor viszont már túljutsz egy bizonyos szinten a játékban, akkor onnan elkezd nagyon okos lenni. És tényleg úgy kezd elviselkedni, mint egy állat, és valóban elvisz az idióta robot érzéstől, addig, hogy az a saját kutyád. Tehát van egy ilyen nagyon jó folyamata. De a legtöbb játékos el sem jutott addig, hogy egyáltalán nem volt idegesítő a mesterséges intelligencia. Hány évig készült, hány évig pakoltak bele pénzt, hányszor húzták újra, ugye még PS2 időszakban kezdték el csinálni. És igazából az a játék a végén mégis megjelenhetett. De ez csak egy Sony-nál lehetséges. Egy Microsoft az már kukázta volna, vagy egy Electronic Arts, nem viccelj. Tehát így de első két határidő lecsúszás után cancelelik a francba. Bár mostanában egyébként a Microsoft elég rugalmasan bánik a határidővel, tehát ott... Az, amikor hát hány exkluzíciója van az Xbox Series X-nek? Hát igen, de mondjuk emellett... Sorolt fel, hosszabban. Gyerünk! Hát ezért várjuk az idei E3-at, hogy mit fog villantani a micro. Erre én kíváncsi vagyok. Egyébként volt itt egy gondolat, hogy felvetettél. Ó, mi ez? Hát ez egyfajta biológiailag semleges ígyszer. Ja, értem. Nem sem. Hát ilyen nyugtató, meg egyéb ilyen növények vannak benne. De ideges vagy? Nem, csak a stresszt oldja. Hát most elolvasod egy hírt a vírusról, és már is ideges leszel, tehát így. A Isten. Na viszont felvetettél korábban egy kérdést, egy téma felmerült ugye a Band Studio-nak a nyilatkozata kapcsán, ahol valamelyik reflektoradásban fejtettük ki, hogy ha láttátok, ha nem, a gyors heads up, hogy annyi volt, hogy a direktor, aki a Days Gone-nak a vezetője volt, ő találta azt nyilatkozni, hogy egy játékot, hogyha nem vesznek meg a játékosok a megjelenés napján, vagy a megjelenés után nem sokkal. Hát tehát az első pár hét számít igazából. Igen, és a legfontosabb, hogy teljes áron. Igen. Akkor gyakorlatilag, nem így fogalmazott, de gyakorlatilag a Band Studio-val történtek ismeretében az jött ki, hogy nem csak a franchise jövője válik bizonytalanná, de a fejlesztő stúdiónak. Hát az attól függ, hogy mennyire maradt független egy stúdió egy kiadáskor, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de ugyanakkor a bevételek, ugye ebből nagyon sok minden lejön, tehát hogyha mondjuk licenszelsz egy motort, annak azért van ára, stb. Tehát egy csomó minden lejön a bevételből, tehát mindenki azt látja, hogy rájuk szokott egy zsákpénz, és akkor kosztpénzhez kezdi hasonlítani a fejlesztési költségeket, röhely.
ennél lépjük egy szinten följebb, tehát igazából arról van szó, hogy valóban, ez valóban igaz, amit mondott a fickó, hogy ez a dolog lényege. Leárazáson veszel egy játékot, az gyakorlatilag így kb. Ugye ilyen létfenntartás kategória. Hogyha megveszed az elején, sokan megveszik az első pár hétben, akkor egyrészt látja a kiadója, hogy hoppá, ebből érdemes folytatást csinálni. Ugye, lásd Horizon Zero Dawn. És hát, hogyha kevesen veszik meg, meg kivárnak, amíg leárazzák, akkor így azt látják, hogy jó, hát ez egy ilyen közepes játék, de kicsit sok pénzt töltünk ahhoz bele, hogy még egy folytatást csináljunk. Tehát ezekből a számokból méri le valójában a kiadó, mert gondolj bele, hogy ez egy kockázati befektetés a kiadó számára, belerak egy csomó pénzt, és ugye azért az első pár hét számít, mert nézik a megtérülési időt. Mondjuk egy lekötött valamilyen részvénycsomaghoz képest, érted, hogy mennyi a kockázat, mennyi a megtérülés. Tehát őnekik ez egy számoszlop, tehát igazából őnekik nem mindig számít a játék. Sokat beszéltük el, milyen lelketlen tud lenni egy kiadó, és te mondtad, hogy azért valami művészi víziót kéne látniuk egy korábbi beszélgetésünkben, hát ez nagyon ritka. A Sony még egyébként gyakran ad lehetőséget, másodikat, meg egyéb ilyen, a többi kiadó annyira nem. Tehát így attól függ, mekkora kiadó, mit engedhet meg magának. Mi, a Sony néha azért ott ki egy játékot, mert passzol a portfóliójába ez a kísérletezés. A Returnal az tipikusan ilyen, hogy itt tök jó, PlayStation van egy ilyen játék, és tök szuper. De végig játszottad? Nem. Ez nálunk ilyen kollektívában működik, ilyen kalákában. Kritikus kérdés van. Ezt úgy visszük előre, hogy én az első boss-t azt sikerült abszolválni, illetve onnan mentünk szépen tovább, de nekem van egy nagyon kedves barátom, aki segít, mert van egy pont, ameddig én tudom tolerálni azt a szabadon. Egyébként tudom, te az eredeti róggal játszottál? Eredeti róggal? Aha. Az micsoda? A 80-as években az a játék, ahol ezt az egész roguelite lófaszt eredeztetik. Nem játszottam az eredeti. Na hát az így, na mindegy, én így utána néztem, mert nyilván 1980-ban jelent meg, tehát 2 évvel a születésem előtt, tehát nyilván nem játszottam vele. Viszont utána néztem, és még előtte, és hát így van egy elméletem, és veled szeretném ezt megosztani, mert hát ha nincs igazam. Ugye ennek az egész roguelike műfajnak az egyik sarokköve, hogy ha egyszer meghalsz, akkor újraindul az egész játék. Igen. Tehát nem egy előző mentést töltődik be, hanem újraindul az egész valami játék. Valami tapasztalattal, vagy pontok számában megnyilvánulva, vagy valamilyen más módon. Tudod esetleg, hogy merre menj, stb. Ilyenek változik. De ugye változik a pálya is. Hát a tehát minden próbban változik. Minden alkalommal meg. Tehát hiába tudtad, hogy merre kellett menni, utána nem biztos, hogy arra kell menni. Új helyen bukkannak fel az ellenfelek, stb. Igen, de valami mindig megmarad. Igen, valami igen, de alapvetően így vannak ezek a fajta igazolási pontok ezen belül. És az én kérdésem az, hogy nem lehetséges, hogy ennek egyébként technológiai korlátai voltak, és az indokolta ezt a fajta teljes restartot? Nem technológiai, hanem anyagi. Tehát a roguelike játékoknál többször újra felhasznált anyag semmilyen játékban nincs. Tehát lásd azt, hogy az indik azért ugrottak rá a roguelike játékokra, mert egy indinek meg tudja csinálni szépre a grafikát, ha kevés grafikát kell csinálni. Mert kevés emberből áll a csapat. És igazából az, hogy újra felhasználja a grafikát folyamatosan, és meg tudja ezt indokolni valami akármivel, mondjuk a roguelike mechanikával, az egy teljesen valid dolog. Ugyanakkor lehet élvezetesíteni ezt az állandó ismétlést is, de mondjuk mitől fizikát, vagy mesterséges intelligenciát, vagy valami variálás, vagy random generátort, valamit raksz mögé, amivel mindig egy picit más a játéknak az íze. És ugye ez a roguelike-oknak egy ilyen alapbázisa. Tehát, hogy mindig megmarad valami, vagy egy XP, vagy egy fizető eszköz, vagy valami, amit már kicsit könnyebbé tud tenni a játékot, és akkor egyre többször próbálkozol, végigmész ugyanazokon a pályákon, de mindig egy picit tovább jutsz, mindig egy picit többet látsz belőle. Bocsánat, lehet, hogy félreérthető volt, amit mondtam, tehát amikor a 80-ban elkészült ez a játék. Nem láttam ezt a 80-as játékot, ez arcade-be jelent meg? Nem, ez azt hiszem talán Amigán. Amigán, akkor utána nézek, hogy pontosan mi ez. Nem tudom pontosan, viszont csak az merült fel bennem, hogy nem lehet, hogy azért nem működött akkor a mentés. Mert technológiailag nem lehetett volna megoldani azt, hogy... Amigán simán lehetett meg. Azért mondom, hogy lehetséges, hogy akkor viszont én tévedek, csak hogy próbálok rájönni arra, hogy nem biztos egyébként, ha ez feature volt, hanem lehet, hogy így tudták hát, akkor mi megoldani. Hát, hogyha Atari 2600-at mondtam, ott nem működött a mentés, de... Lehet, hogy az volt, nem tudom, de itt majd ki fognak segíteni, ki is szólnék akkor hozzátok, hogy azt meg tudjátok mondani, hogy a 80-ban megjelent Rogue, az milyen platformra jelent meg, mert most hirtelen nem tudnám valaki megmondani. Valaki rázizon a Wikipédiára, és azonnal meg tudja. Igen, úgyhogy, csak így ez merült így fel bennem, hogy mennyire érdekesen árnyalná a képletet, hogyha kiderülne, hogy a játék, amit így úgy emelnek piedesztel, hogy fú, az mekkora találmány volt, Commodore 64, Atari 8. Hát ott a Commodore 64-ben simán lehetett állást menteni, tehát ez meg lehetett oldani legalábbis. A flopis rendszerben mindenképpen. ZX Spectrum meg ilyenek, akkor ezeken mennie kellett volna. Hát a ZX Spectrum az sem tudom, volt-e már floppy, annyira nem emlékszem rá, de a Commodore az volt floppy, ott már lehetett állásmenteni. Volt legalábbis olyan játék, ami állásmentett. Nem volt sok, mert az átlag játék az 40 perc hosszú volt. Tehát így. Meg volt olyan Commodore, ami az volt floppy, tehát nem mindegyik, hogy el tudjuk, hogy az egy szalagos Commodore is.
Hát olyat vettél hozzá, amilyet akarsz, olyan háttértárolót, ott is külön volt, mint a PC-knél gyakorlatilag. Igen, úgyhogy nem tudom, hogy ennek majd rá kell majd nézni eredetileg, mire adták ki, de csak így felmerült benne, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk nem lehetett menteni, és úgy jött ki a Rogue, akkor milyen érdekes, hogy most feature-nek mondják azt, ami akkor gyakorlatilag a technológiai keresztmetszetet jelentette. Igen, mondjuk ez egy elég érdekes. A roguelike játékok azok ilyenek. Hát apropó roguelike játék, ugye most már tényleg ennek a hétnek a végére kikerül az 1.0-es vírus drifter, és még mindig nem nézted meg. Az micsoda? Ja, a játékot! Ja, igen! Egy roguelike játék, igazából apró mini játék, úgyhogy nem... Viszont geci nehéz cserébe. És igen, de jó. Játék, és geci nehéz. Na, fasza. De nehogy megkérdezem, miért nem lehet tolatni egy aszteroid kolomba. Na miért nem? Hát már nem lehet tudni. ez az egyik leggyakoribb felmerülő a mostani fiatal teszterek körében, hogy olyan jó lenne, ha lehetne benne tolatni a fasz. miért nem arra megy, amerre húzom? Na vajon miért? Visszakanyarod egy gondolat erejéig a Band Studio-nak az esetére, és egy zárójeles kérdés, hogy ti például hogyan fogadtátok azt a hírt, hogy 20-30 000 forint környékén lesz egy újonnan kiadott videójáték? Vagy beszéltünk erről, hogy ha reálisan kéne megközelíteni egy játéknak az árát, egy AAA játéknak a piaci árát, akkor hát 30-nál meg se állna. Hát most nem lesz népszerű a válaszom, helyes, hogy 30 000 forintra emelték. Egyrészt ugye Magyarországban árakat ne nézzük, mert a forint ugye jobban teljesít, hát hogy a forint most mennyit ér, azt hagyjuk, tehát egy zsák babla sem többet ér. De igazából a játékok mindenhol emelkedtek, tehát mindenhol felmentek kicsit az áruk. Reálisabb sokkal, hogy följebb emelték az árukat. Tehát már nagyon régen nem volt ilyen méretű áremelés, most van, és ez egy kicsit biztonságosabbá teszi a fejlesztők életét. Ennyi történik. Egyébként meg kevesebb a kategóriás játékban minden generációban, nem tudom, észreveszitek-e. Tehát kevesebbért kell fizetni, úgyhogy azért azok pedig nagyobb tartalommennyiséget tartalmaznak, nem mindig gameplayben van, amikor csak vizuálban. Azt valamiből elő kell állítani, az több pénz, és így drágább lesz a termék. Ennyi. Felmerült egy nagyon érdekes szempont, még valamelyik beszélgető műsorban hallottam, hogyha már a AAA piacnak az állapotáról beszélünk, hogy azért nagyon sok olyan presztízs befektetés is van a videójátékiparban, persze, ami ugye nem feltétlenül fogja közvetlenül meghozni az árat, Last of Us 2, hanem valami indirekt módon fog megtérülni. És ebben az ökoszisztémában, meg a mikrotranszakciót idevéve, tehát nagyon sok megtérülési lehetőség van, viszont tavaly volt az első, hosszú idők óta az első olyan év, amikor a multiplatform AAA játékok, talán a Doom Eternal kivételével szinte mindegyik kurva nagyot zakózott. És hogy ez egy olyan dolog, ami persze azt mondja az ember, hát volt egy ilyen év is, viszont hogy ez úgy általában nagyon nem tesz jót a AAA piac megítélésének, kiváltképpen egy olyan helyzetben, amit te is mondtál, amikor a többségében az emberek elmennek Fortnite-ozni, most csak a példakedvé. Nagyon sok olyan játék műfaj már AAA kategóriában, főként konzolon vennének meg. Tehát ami tavalyi év végén valami széthullott, vagy nem vették meg, vagy akár év közepén, már mindenki a következő generációs konzolokat várta, ami jelenleg is hiányzik. Tehát, hogyha most azt nézed, hogy miért zakóznak ezek a játékok, azért ezt is beleérdemes számolni, hogy mindenki már az új konzolon akarta játszani, az új konzolt nem bírta megvenni, ugye, vagy sefteltek az árával, vagy nem lehetett egyáltalán kapni, még lehet, hogy jövő évben is hiányzik lesz mondjuk egy PS5. Igen, hát lepergetnek ilyeneket. Hát, addig legalább megoldják a haptikus ravaszoknak a... Nem tudod, ha erős vagy, akkor sem tudod átkattintani a műanyag fogaskereket problémát. Azért pár ember sikeresen átropogtatta, úgyhogy az most egy erősebb fogaskerék lesz valószínűleg a végeredmény. Fúj, nagyon fosok attól egyébként, hogy előbb-utóbb be fog szarni az a ravasz. Kurva jó használni, baromira bírom, de én nagyon fosok attól, hogy egyszer csak így szét fog pattanni a fogaskerék. Hát amikor majd le lehet venni a polcról a kontrollert, akkor ezt le fogod szarni, de addig, amíg hiányzik, és így úristen, hogy fogok majd játszani, hogyha tönkre megy a kontrollerem, kérdés van, addig annyira azért nem. Tehát így, addig annyira azért nem biztonságos az érzés. De a lényeg az, hogy ez azért beütött ezeknek a játékoknak az eladásában. Tehát most érted, amit elsősorban konzolon akartak az emberek megvenni, azt megvették PC-n. Tök jó. Tehát így én is úgy jártam tavaly, hogy én akkor veszek mindig konzolt, hogyha nem kell fejleszteni, akkor aktuálisan akkor veszem meg, amikor le lehet venni a polcról. Ez egy ilyen általános dolog, miért vegyem meg hamarabb. Tehát így igenis éri el azt a gyártó, hogy én elviszi a világba mindenhová, és én teljesen úgy, mint bármilyen játékos, levessem a polcról. Nem kezdtem el szívózni a Microsoft Magyarországra, nem kezdtem el tőlük, van ismerősöm ott, nem kezdtem el tőlük konzolt kérni, mint még pár évvel ezelőtt, nem kezdtem el megkeresni a Sony-sokat, hogy adjanak konzolt, most nem fejlesztek semmit, úgyhogy azt mondtam, te ki vagy, te nem foglalkoztak volna velem. De
teljesen fölöslegesen, megvárom szépen én is a soromat, és amikor majd le lehet venni a polcra, akkor le fogom venni. Én is azt jelentem, hogy szilánkosra bővítette a PC-met, és lényegében ez a taktika bejött, mert azok az exkluzív játékok, amik konzolon jelenleg kijönnek, ugye Xbox 0, Microsoft az kirak mindent Windowsra, de hát gyakorlatilag ugyanúgy, mint a konzolra, és ugye PlayStation-re is van egy Returnerünk, meg van a Demon's Souls, az egyik sem annyira az én játékom, mind a kettő tetszik vizuálisan, de így látom, hogy jól néznek ki, klassz, meg biztos mind a kettővel fogom meg kicsit bíbelődni. Mire megveszem a konzolt, addig már lehet, hogy ez lesz hozzá az ajándékjáték, tehát ilyen lefelé kerekítik az árát, szemét módon az előző témához visszakanyarintva. Biztos lesz előbb-utóbb egy olyan játék, amire azt mondom, hogy most sajnálom, hogy nem vette meg a konzolt, de ezt a játékot még nem jelentette be a Sony. Tehát ami miatt azt mondanám, hogy hű, de kár, hogy nincsen mondjuk. Az új Ratchet sem? Nem. Az is bőven ráír, az egy platformjáték, ne viccelj. Tehát az ilyen habkönnyű szórakozás, ez nagyon szép, nagyon jó technikailag, tényleg állatul néz ki. Bőven jó lesz az akkor is, amikor tényleg így leemelhetem majd a polcot. Lehet, hogy ez már csak Kanadában lesz, nem tudom. De a lényeg, hogy nem akarok. Tehát egyszerűen még nem motivál semmi. Minden, ami megjelenik, az PC-n is megjelenik, és még az ugyanezes konzoloknál is jelentősen jobb minőségben jelenik meg. Tehát nagyon nagy a különbség a mostani csúcskategóriás PC-k és a megjelent konzolok között. Álérték arányban a konzol mindig jobban megéri, tehát ez nyilvánvaló, de Definitive Edition nem a konzolon van. És ugye ezért kellenek az exkluzívok, mert igazából egy gamer az szereti a Definitive Edition-t játszani, a konzolon, amikor csak konzolon van, akkor nem azért az a Definitive Edition, mert nem futna jobban egy PC-n, hanem azért, mert nincs meg PC-re. És onnantól fogva a konzolnak az, számomra az egy vásárlási oka van, hogy van rajta valami, amihez másképp nem férek hozzá. Nem az, hogy a konzolt én jobban szeretem, mint a PC-t, vagy a PC-t jobban szeretem, mint a konzolt. Ilyenek nekem nincs, egy játékokat szeretem. De van egy ilyen kényelmi faktor is, nem, hogy azt nem kell fejleszgetni, azzal nem kell bíbelődni, meg ráadásul hát kis kompakt helyen elfér. Tehát például bekúrom ide a fiókba. És nem fűti ki a szobát, mint az például, ez nem egy utolsó szempont. 85 fokos levegő jön ki a gépből, néha fölöttem, hogy a légkondicionáló próbálja ezt valami, és kompenzálni, amikor megy ugye a világ legelső RTX-es, full RTX-re fejlesztett játéka, ami egy régebbi játék RTX-re átfejlesztése. Igen, erről beszélünk. Metro Exodus PC Enhanced Edition. Na, az nagyon kemény. Te most játszott először a Metro Exoduson, ugye? Nem, de hogy is végigjátszottam az előző Metro Exodust, és most éppen végigjátszom megint a Metro Exodus Enhanced PC Edition-t. Az előző is rétrészsel beműködött nálam, az is jól nézett ki a gépemen, az is az egyik legszebb rétrészselt játék volt minden időben, ez a játék, ez... Hú... Tehát, amikor játékban sokszor azon kapod magad, hogy teljesen azért parázol valamiben, nem azért, mert a játékban jobb lett a jumpscare faktor, mert ugyanaz a rádugró dolgok vannak benne, mint mindig, hanem azért, mert egyrészt fotorealisztikus a grafika. És ez így annyira be tud húzni, hogy hihetetlen. Tehát sokat beszélgettünk mi is a ray tracingről, mondtad, hogy nem látod meg, meg mondtad, hogy mire jó ez, meg hogy jó-e másra is, mint hogy szebb legyen, mert ez a játék valóban semmi másra nem, csak hogy szebb legyen. Csak ugye ez a kulcs ahhoz, hogy a játékok fotorealisztikusak legyenek. És hogyha horrorról van szó, mert ugye hát akár nézzük a Metro Exodus, valamiféle horror, de legalábbis sok horror elem van benne, akkor ott nagyon számít a fotoril, szerintem. És az a játék világításban, mindenben most rettenetesen fotoril lett. Eddig is közel volt hozzá, de most van egy-két helyszín, atya úristen. Kilóksz a képből közben. Várj, odébb jövök, jó? És akkor közel tudsz jönni. Mi van az other side? Perem területen? Abszolút. Tehát a lényeg az, hogy most valóban megmutatja azt, hogy mire képes most egy PC. Viszont, vagy mire képes most a számítógépes játék grafika, viszont ennek megfelelően, hát jól mondjuk egy-két baltával faragott karaktert leszámítva, ahogy mondtam, mert úristen, tehát a szerencsétlen kolonel, ahogy kinéz, basszus, az valami, nem a műlábaira gondolok, mert az király. Már az, hogy tartják karban abban a környezetben, azt nem tudom, de az tök jó ötlet volt. De az arca, hát az inkább segg. Tehát valami elképesztő, egy Souls Parkban elmenne viccelődésre. Tehát az valami iszonyú szar, viszont vannak nagyon jó mellékszereplők, nagyon jó arcuk van, meg a női karakterekről beszéltek, nagyon szépen vannak megcsinálva, az összes női karakter egyébként a játékban. Tehát nagyon jól meg van csinálva, ott esik egyedül ki a fotoril, amikor így behajol a képbe egy ilyen faragott baltával faragott arcú gyerek, hogy úristen, asszus. Tehát ez lesz, nem kellett volna. Az ilyen szörnyek, meg az animációk is tök finomak, az előzőben is már azok voltak. De egyszerűen ahogy az a játék renderel, amilyen minőségben rétrészel, az így atya úristen. És az a verzió egyébként úgy, hogy kijött, ugye egyrészt gecire felesleges, mert ugye kijön úgy, hogy olyan hardverekre jött ki, hogy az előzőt a 20-as sorozatú Nvidia kártyákra csinálták, nem csináltak már titkot az oroszok, ezt az újat a 30-as sorozatra csinálták. És igazából, igen, de most már lehúzták az új verzióban, ha
Steamen, hogyha megvolt, akkor lesz, ingyen kaptad gyakorlatilag az Enhanced Edition. Jó gesztus, kérdés gesztus. Igen, igen. Hát, de ugye miért igaz, és miért nem adták ki úgy, hogy Bethesda, amikor VR-esít valamit fél óra alatt, és akkor kiadja. Tehát kiadja újra teljesen. Hát azért csinálták, mert ugye egyrészt nincsenek videókártyák. Tehát nem lehet videókártyát venni. Ha lehet, akkor többszörös áron. Tehát kiadták olyan embereknek, amiből borzasztó kevés van, hogy nagyon kevesen jutottak videókártyát. Azt legalább olyan kevesen jutottak a 30-as szériához, mint mondjuk, aki PlayStation tudott szerezni, mint akinek otthon a polcon. Igen, de hát agyon használod, hol besúvasztottad. Igen, de a szellőzik hátul. A fal nincsen felrakva. A fal nincsen felrakva. Szekrény mögött. Oké, okay, tehát a lényeg, hogy nagyon kevesen jutottak ez a dologhoz. Tehát egy teljesen fölösleges update volt, ez az előző játék is a legszebb délítésszerű játék volt. Most ez viszont valóban olyan, mintha egy demót csináltak volna az új kártyáknak. Lehetséges egyébként Ray Tracing-re. Próbálom a jó szavakat keresni, és inkább abban bízom, hogy te fogsz jól asszociálni, mint hogy én mondom jól. Tehát lehetséges egy játékot kifejezetten Ray Tracing-re szuper pozícionálni, úgy, hogy az ne csak egy, hogy az meglátszó ugyanaz, hogy nem csak így mellesleg támogja a Ray Tracing-et. Ez a játék a, vagy kifejezetten ez a játék, igen, ez a játék gyakorlatilag a Metro Exodus PC Enhanced Edition. Szigorúan nem az Enhanced Edition, mert az még vegyes technikát használ, mert az a konzolra jött ki az újakra, vagy fog kijönni, nem tudom, hogy megjelente. De a PC Enhanced Edition az kifejezetten nulláról Ray Tracing-re lett csinálva. Hagytak benne egy-két olyan dolgot, ami kiesik ebből, például furcsa módon a lerakott cigiknek a füstje az továbbra se reagál a fényre, pedig az összes partikül reagál. Tehát minden nagyon szépen megcsinálva, az gecire leesik a képre. Tök sötét van, és akkor fehéren izé füstölög a cigi. Egy-két ilyen előfordul azért benne, de nyilván majd az oroszok előbb-utóbb kipecselik ezt is, viszont a játék valami elképesztően durván néz ki. Mondjuk az is igaz, hogy a gépemből a szart kihagyja. Tehát így azzal kezdődött, hogy egyrészt fagyott, mint a disznó. Az első napon gondoltam, mert orosz játék nem fejezték be, de nem ez volt a baj, hanem elkezdtem fórumozgatni, és kiderült, hogy az a fő gond, hogyha ugye én fogtam és simán fölhúztam a videokártyámat, mert ugye nekem egy 3080 gaming OC van, gigabyte, és ezt elég jól lehet tuningolni. Ugye a referencia kártya az 1700 MHz, ez a kártya 1800-ról indul alapban, és a referencia kártyától ellentétben akár 2300-ig föl lehet húzni, ami azért már egy elég komoly különbség. Hát én meg ügyesen ugye felhúztam 1900-ra, ami már elég volt, mert vajpuhán ment tőle a játék quality DLSS módban, tehát 4K, 60 frame, full ray tracing, extrém beállítás, mindenhol a maximum. Tök szépen ment quality-ba, hát kb. Úgy 5-10 perceket tudott menni így quality módban. A megoldás az volt, hogy a tuningoló szoftverban adni kellett neki plusz 10% juice-t, hogy fogyasszon a videokártya. Ugye, mert a magasabb orrájához nagyobb fogyasztás társul, és ugye ezt a szoftver azt nem úgy csinálja, hogy te ezt egyszer állítod, hanem vagy csináltatsz vele egy görbét, én ezt nem csináltattam meg vele, hogy számolja ki, hogy hol mennyit tud rajta húzni, és egyébként ugye erre a kártyára kidobta, hogy majdnem 2400 MHz-re fel lehet húzni. Ezt a játékon belül kell, vagy azon ki? Nem, ez a videokártya driverhez adott tuningoló szoftver. Ja, aha, ja jó. És igazából, de akkor már 25%-kal fogyaszt többet a kártya, mint alaphelyzetben. Az fasza. Tehát itt 10%-ot rádobtam a fogyasztásra, és onnantól fogva hibátlanul megy a játék. Tűéles, 4K 60 frame, full minden, full. És így hát annyira döbbenetes a játék, egyébként rögtön megszűnt az összes dolog. Egyébként jellemző módon nem a videókártya fagy, mert ilyenkor a driverek leállnak, hanem leállítja, tehát nem tud megsérülni a kártya, amíg észre húzod, utána aztán meg tud, elrepül a picsába. De a lényeg, hogy amíg észre csinálod, nem tud megsérülni, a játék is ugye kiesett, és azonnal ilyen riportot kért a fejlesztő az ablakban, hogy küldjem el neki. Hát én meg elkezdtem utána járni, hogy mi a szarjára esik ki alul a játék állandóan a gépből, amikor csak ennél az egy játéknál történik ez. Gondoltam, hogy sok a játék lehet szar, de nem nekem volt igazam. Tehát az volt, hogy kevés volt a juice. Tehát tényleg, ahogy rákerült plusz 10%, úgy... De akkor az jellemzően driver hiba, vagy mindenféleképpen így hackelni? Ez egyáltalán hozzá? Nem hiba. Ez az, hogy ugye a 3090-hez javasolják a fullt. Ah, ja, értem. Viszont az OC-kat föl lehet húzni annyira, hogy olyan gyorsan menjen, mint egy 3090, simán. Viszont nyilván, hát a 3090-nek 24 giga RAM-ját nem fogja kihasználni, tehát igazából nem nagyon van értelme játékra még megvenni, esetleg talán VR-re, de másra nem nagyon. A lényeg az, hogy ezt a 3080 OC-t simán föl lehet húzni a 3090-nek a tartományába, ezért is tud vajpuhán futni, mert ott is egyébként a quality DLSS beállítást javasolja a gyártó. Csak én ugye nem számoltam azzal, hogy így a fogyasztás is a 3090 magasságába fog kerülni, és ezt meg kéne neki engedni. Ja, és pörgeti a villanyórát? Hát figyelj! Úgy megy a gépem, hogy most hála Istennek ezekkel a beállításokkal most már semmi nem megy soha 100 fok fölé, ugye mert toronyventilátorral hűtöm az 5 GHz-es processzort, 5,3 GHz-es processzort,
mert a vízhűtés meg az szokott lenni a probléma, hogy ez a processzor körüli részeket nem hűti, és akkor meg az alaplapban szokott probléma lenni, tehát ilyen tartományban azért már elég komoly probléma a hőelvezetés. Úgyhogy én most a Gigabyte-nak a legdurvább toronyventilátorát használom, ami kifejezetten ez a processzorhoz lett kitalálva. És hát van olyan, hogy hátul a gépből a 85 fokos levegő távozik. Jézusom. Hát az alaplapom egy Asus Hero ROG lófasz, mint a jó hosszú. Az is egy ilyen nagyon durva tuning alaplap. A legdurvább memória beállításokat, meg mindent. Van benne egy ilyen machine learning algoritmus, ami 43%-kal húzza föl magától, tanulóképes algoritmus a gépet, és amikor valami gáz van, akkor visszavesz. Tehát az elején felhúzta 45-re, és végül 43-on állapodott meg a rendszer. Tehát így visszaskálázta. Tehát ez a gép most 43%-kal gyorsabb, mint egy ugyanilyen 10900K-s i9-es. Azért ezen a 85 fokos kiáramló levegőn azért, hogy meg vagyok kicsit rökönyödve. Nem kell, Intel processzor, az melegszik, mint a szar. Nem, az nem baj, csak így, ez nagyon durva, amire távozik, akkor is még mindig 85 fok, ez durva. Igen, hát ugye a ventilátor a hatalmas hűtőcsöves bordán keresztül lehúzza róla szabályosan a levegőt, hátrafelé kitolja, ugye házban pont ott van mögött a ventilátor, tehát így jön ki belőle hátul, mint hogy egy ilyen sugár lenne. A videókártyán egyébként meg ugye azért is lehet ezt jobban tuningolni ezeket a gigabyte-okat, mert ezen három ventilátor van, nem kettő, és ugye azt látható fordulatszám szabályozza a rendszer, meg mindegy, de ennyire nem érdekes ez a hardware téma. Nyugodtan egyébként, mert... Kb. Egy ilyen 1,2 millió számítógépen fut maximumban ez a játék, ami hát... Szóval ez megint, ez ki az Istennek készült. Tehát ez látszik, hogy nem a játékosoknak készült. Tudod, mire lesz ez jó? Future proof. Ez most a benchmark test. Pont ezt akartam, hogy benchmarkhoz tökéletes lesz. Megnézni, hogy mondjuk megvan az adott config, vagy amikor laptopokra leszabadítod. Ehhez képest a 3D Mark-nak a ray trace tesztje, azt tudod, ilyen zöld tartományban az egész gép. Semmi. Már ideje nem nagyon lehet komolyan venni a 3D Mark-ot egyébként. Hát, de akármilyen gépen futtatsz valamit, az betolja valahogyan a zöld tartományba. Viszont. Mondtad, hogy most nem nagyon fejlesztesz semmit, ezt te mondtad ezelőtt. A saját játékainkat fejlesztük jelen pillanatban. Igen. Hála Istennek, nem vállaltunk be semmit ebben az évben. Legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor már szóba került az, hogy az Xbox Series X, Sex, és a PlayStation 5, hogy ezzel mi volt a helyzet, de akkor még a megjelenéskor voltunk. Azok még a nyers gépek, jönnek rá a szoftverek, még az AMD-nek a saját DLSS helyettesítő lófasza még vagy megjelent, vagy még nem jelent meg, nem tudom, de az még érkezőben van. Tehát most, amikor felvesszük ezt az adást, most van, mi van ma? Május 18-a. Tehát május 18-án mit lehet tudni, hogy mennyire közeledett vagy távolodott egymástól a két gépnek a teljesítménye, vannak erre adataitok? Vagy... Hát figyelj, csak a multiplatform címekből tudunk következtetni, igazából az Xbox mindenképpen erősebb, mint a PlayStation. De nem ez a legnagyobb probléma szerintem a PS4 jelenleg, hanem a háttértár. És nem feltétlenül a mérete, hanem a cserélhetetlensége, valamint az, hogy az Xbox megoldotta ezt a problémát, azzal, hogy ugye nagyon drágán, tehát mit vártál, egy rendes SSD, az drága. Tehát egyszerűen hátulról be lehet dugni egy másik SSD-t. Míg a PlayStation-nél az a megoldás, amit lehoztak, tehát azért nem tudtam, hogy most rögjek vagy sírjak. Tehát, hogy másod ki egy külső USB-s Winchester, azt másod vissza, amikor éppen játszol vele. Tehát ennél bazd meg még az is gyorsabb, ha letöltöm a rendes internetet, letöltöm még egyszer netről. Tehát köszönöm semmit, aranyosak vagytok, hogy ezt végre megengedtétek. Tehát arra még azért várunk egy megoldást, és biztos, hogy lesz egy jelenlens felvart verzió ebből is. Mint annak idején a 360, amikor megjelent, akkor emlékszel, nem volt rajta HDMI kimenet, csak kompozit. És aztán egy fogták, és ilyen durván fél évvel később meg olyanok jöttek ki, ami már HDMI volt. Ez is valami ilyesmi lesz, hogy lesz rajta még egy csatlakozó, tuti. Tehát ennek nem sok értelme van, hogy a beleforrasztott SSD pici. Hát nyugodtan rá lehetne dugni még egyet a fenekére, USB-n keresztül akarsz, atya úristen. Elvileg van belőle benne egy bővíthető tárhely, legalábbis mi arról beszéltünk, hogy arra fogják kihozni ezt a lebontod a burkolatot, és akkor bent a PCI... Csak akkor lebontod a garanciát is, tehát azt tudom, hogy van egy lehetőség rá, tehát az alaplapon nyilvánvalóan van ilyen lehetőség, nem idióta a Sony, csak basztak kirakni csatlakozóval a hátuljára. Tehát ezt ki kéne vezetni a gépből. Tehát azt tudom, hogy van a panelon egy ilyen, hogy tudnak még beletenni, persze, hogy tudnak beletenni, egyébként ők is tervezik, nyilván kihoznak bele 2 gigásat, vagy valamilyen későbbiekben, csak ugye most akarnak az emberek erre megoldást, mert azért tényleg elég gáz, hogy ahogy mondtad, hogy a Nintendo-nak milyen nagy mennyiségű digitális eladása van, hogy már ott az a döntő eladás. Hát a Sony is szeretne szerintem digitálisan árulni inkább, mint lemezen, mert lemezen drágább neki, tehát többe kerül.
és amúgy is most koptatni akarod ezt a szerencsét. Beszéltünk egyébként erről, hogy az emberek hisztiznek jobbra-balra, minden szarral van valami problémájuk. Szerinted egyébként ez egy valós saját probléma? Magukkal van problémák leginkább. Tényleg, hát, pszichológia 5 perc. Nyugodtan egyébként, szerintem beleférünk. Nem, azt meghagyjuk Erikának az én területet. Figyelj, koca jelleggel tudunk ilyenekről beszélni. Koca pszichológia, csak Erika nem, hogy meghallgassuk. Nyugodtan. Hú, megnézném, ahogy egyre vörösödik a fejében. Nem, Erika nem vörösödik, maximum szánakozik. De az egy másik dolog. Szóval fel akartam vetni ezzel kapcsolatban, hogy mennyire reális szerinted az, hogy az emberek problémáznak a háttértáron? Most saját magamból indulok ki, nyilván mindenki saját magából indul ki, de őszintén szólva itt vagyunk a szélessávú internetnek a kánaányában. Te itt vagy, igen. És Magyarországon elég jó az internet, tehát nem minden országban ugyanilyen. Igen, de mondjuk így, nálunk mondjuk nyugi van. És igazából valószínűleg nagyon sok helyen nyugi van, mert valamiért a digitális PlayStation nem csak Magyarországra pozícionálják, hanem nagyon sok más területre. Tehát ha egy játékkal akarsz játszani, szerintem konkrétan egy új gyakorlat azt mondani, hogy akkor jó, amit már ritkábban játszom, azt letörlöm, majd ha nagyon kell, akkor visszaveszem. Cloudban úgyis ott van a mentés, nem vesztesz igazából az égvilágon semmit. Zoli, ezt azért gondolod is, hogy ez ennyire kis probléma, mert neked valószínűleg a nagyon nagy időintervallum már rendelkezés, hogy ez a munkád, hogy játszol, tehát igazából nagyon-nagyon nagy interv, vagy ez a munkád egy része, hogy játszol, bocsánat, nem akartam. Nem. Tehát egy kicsit nagyobb mennyiségű időt tudsz erre rászállni, de valakinek, akinek van 2 óra játék ideje mondjuk egy teljesen más jellegű munka után, annak igenis számít, hogy azonnal bekapcsolja és azonnal tudja játszani, és ne kelljen várni, amíg leketyeg a játék. De ez a fajta 100 gigányit letelepítesz internetről, az bármilyen neten azért várnod kell. Hát jó, oké, de mondjuk ez a fajta igény, hogyha mondjuk tényleg itt volt velük mindig, ez mindig is valamilyen kompromisszumot igényelt a játék történelem során. Tehát vagy az, ha mondjuk és mindig meg is oldották, hogy azonnal jöjjön a játék. Ha megnézed a konzolokat, a kártyás konzolokat, bedugod, elindítod, tak, megy. Az volt az egyetlen olyan időszak, amikor nem kellett kompromisszumot kötni. Utána azóta mindenki hisztizik emiatt, és ugye a lényegében az X360-nak az idején, gondolj bele, a legelső Winchesterek, amik belekerültek, 20 gigásak voltak, és gyakorlatilag a játékállásoknak a mentésére voltak kitalálva. Tehát igazából nem lehetett telepíteni. Egy idő után engedélyezték a telepítést, pont azért, mert lemezről... A Rage-nél. Igen, tehát nem csak a Rage-nél, nagyon sok játéknál. És még a GTA-nak is gondot okozott, amikor először telepíteni lehetett Xbox-ra, hogy így teljesen elcsúszott az időzítés, és mentél az autóval, és hirtelen elé rakott egy útfelbontást, érted? Mert valahogy nem tudta úgy streamálni, hogy az, mert ki volt találva a DVD-re, nem volt kitalálva Winchester, és később update-elték egy patch-el. Tehát a lényeg, hogy a lényegében az első generációs DVD olvasós konzolok is tudták ezt a plug and play-t, hogy bedugod és azonnal működik. Mert tudom, nem erre használják a plug and play-t, de hogy bedugod és azonnal működik. De a lényeg az, hogy, bár ezt pont arra használjuk, csak játékoknak. Belekavarodtam. Én értem. Tehát az a lényeg, remélem többen mindjárt visszaérek. Nem tud beszélni, mi történt vele, idefele nyomott a fejére, esett valami? Kommentben meg mondjátok el, hogy értettétek-e vagy sem. Már nem most, majd amikor kifelni. Apátok, faszát, a plug and play nem ez. Jó? Oké. Okay. Jó. Nem. Öcsi, tanulj meg felveszteni. Oké. Okay. Tehát a lényeg, nem ilyen az átlag néző nyilván. Adderside-nak már azért elég bázis nézőtábora van, akik normálisan szoktak kommentelni. De mindegy, a lényeg, hogy ez akkor kezdett el elveszni, amikor elkezdtek nőni a játékok, és ugye elkezdődött a telepítgetés. És akkor volt ez, hogy beraktad és telepít. Tehát amit az utolsó Forza lemezről telepít, ezután üzenem az öcsémnek, hogy drága öcsém, nagyon szeretlek, de bazd meg, miattad vettem meg lemezen, hogy aztán te is megvedd lemezen, azért hogy oda tudjam neked adni. És ehelyett digitálisan fel annyidat telepíti fel, mint lemezről. Ez egy tök jó anekdota egyébként, és ebbe bele is kapaszkodnék, hogy gyorsabban lejön egyébként netről ugyanaz a játék, mint amennyire most már feltelepítenéd, és innentől biztos kanyarodnék az alaptézishez, hogy őszintén szólva ez egy reális probléma. Értem, hogy probléma, de reális probléma? Reális probléma, azért reális probléma, mert annak kéne történnie, legtöbb ember azt jelenti, hogy feltelepíti a játékait, és aztán játszik. Nekem igenis akadály volt egy csomó ideig, hogy megvettem lemezem, vagy akár interneten keresztül egy játékot, és a 2 gigabites netemen, amíg letöltöd, nem tudok játszani. És sok részből szedi össze, vannak olyanok, amik a DLC-k, meg a beírod a kódot, meg akármi, még mindig letölt valamit, még mindig letölt, még összerakja, meg csinálja, tehát ez nagyon messze van attól, hogy bedugom a kártyát és játszok. És ugye most az SSD-vel ezt visszakapnánk, meg a nagyon erős internettel ezt valamennyire visszakapnánk, hogy föl tudod telepíteni, ott hagyod estére, föl telepíti, másnap reggel játszol vele, oké. Csak ugye, ha kicsi a háttértár, akkor kevés játékot tudsz föl telepíteni, és persze vannak olyan emberek, akik egyszer egy játékkal játszanak, annak ez nem kéne, hogy baj legyen. De aki mondjuk így cikcakkol a különböző műfajok között, és minden is érdekli, ami az elég sok ilyen ember van, meg ez igenis gond. Mert törli, visszarakja, megint el kell vele bíbelődni, tehát a komfortzónájából, persze ez lustaság, de a komfortzónádból billent ki, és az idődet rabolja. Tehát, hogyha
érted, bármiben már 1 gigabájtnyi memória van, akkor miért nem tudtad megtenni, hogy oké, legyen picit drágább, ugyanúgy megvették volna a PS5-öt. Tehát igen, ez egy nagyon rossz döntés volt. De akkor ugyanaz lett volna a probléma, nem? Tehát azt mondják, hogy most erre a mostani rendszerre felfér mondjuk 4 játék, arra felfért volna 8 játék, akkor az nem probléma, mert 16-ot akar. Igen, ha 16 ott... felfér, akkor 32 kéne. Oké, csak ennek ott van a pszichológiája, hogy az előző PlayStation-nek 1 gigabájtos háttértár volt, és az újban meg kevesebb van, érted? Tehát, hogy csökkenteni nem lehet egy paramétert, nem lehet bár hosszabb. Már egy terabájt, ugye? Tera, bocsánat, meg igen. Csak egy program értelmeznek. Az nagyon vicces lenne, egy nagyságrendet tévedtem csak. Tehát igen, tehát az, hogy csökkent a háttértár. Tehát minden paraméter nő, és a háttértár meg csökkent. És ez azért így nagyon gázú hangzik. Hát cserébe meg SSD. Értem a technológiát, de ennek akkor is az a pszichológia, hogy valamiből kevesebb lett. És az átlagjátékos számára az SSD és a HDD között annyi a különbség, hogy egyik gyorsabb, érted? De most kapod gyorsabbat, de több kevés van, hely van rajta. Tehát az, jó, hát nem annyira gáz a helyzet, mint az Xbox Series S-nél, tehát ott meghajtó sincs baszik, és jó, az, hagyjuk. Tehát ott a háttértárnak a mérete az nagyon gáz, hogy az kicsit, de azért a PS-nél is azért ez kicsit olyan cinkes, és biztos, hogy fogják update-elni a háttértárat, mert ez valóban nagyon kevés. Hát az elég néz mondjuk csak úgy update-elni a háttértárat, de hát nem, a későbbiekben kihoznak nagyobbat. Kihoznak majd olyat, ami nagyobb lesz, tehát szóval, amit tudom én, egy nagyobb háttértár. Mondjuk az nem lenne hülyeség, amúgy is azt pletykálják, hogy 6 nanométerre át fognak állni jövőre a PlayStation 5 gyártással. Hát az mindenképpen kell, mert ugye lassan nem tudják, nem lassan, most éppen nem tudják elég mennyiségben gyártani, borzasztóan. És ugye a játékiparban az összes multiplatform cím szíva miatt, hogy a konzolokból nem adtak el eleget. Figyelj, mit szólsz ahhoz, hogy azt nyilatkozták a fejlesztők több ponton, hogy egyébként a Covid, az hát ha nem is tett hozzá sokat ahhoz, hogy nyugodtabban zajlódjon a fejlesztés, de igazából nem hátráltatta annyira a fejlesztéseket, mint amennyire azt previzionáltuk sokan. A fejlesztők egy jelentős része amúgy sem megy ki a napra, tehát ez nem egy különösebben nagy gond. Ilyen szempontból nem az, sőt az eladásokat megdobta, de viszont bizonyos játékstílusokat pedig pont rombolt abból azokból, hogy ugye nem volt konzol. Tehát a Covid miatt nincs most még PlayStation, a Covid miatt nincs most még Xbox, tehát olyan még nem volt egy játékgeneráció, hogy elindult és nem lehetett kapni. Tehát ez teljesen nonsensz. Mindenki cserélni a gépét, ott állnak sorban az emberek, hogy hozom a pénzem, adom a pénzem, add a gépet, és nincs. Jó, hát ez a mostani generációban a szempontból is egy rendhagyó dolog, hogy ugye van egy olyan szereplőnk, aki nem adott ki exkluzív játékot a konzolához. Tehát ilyet sem nagyon láttunk még, hogy megjelenik egy konzol, és gyakorlatilag nincsen hozzá. Ez egy nagyon hosszú beszélgetés, meg ilyen lehet. Tehát az, hogy, jó, hát van hogy igazából a Microsoft kihozza ezt a konzolt, ami erősebb, mint a PlayStation. Számos ponton átgondoltam, mint a PlayStation. Behúzzák ezt az IKEA dizájnt, mert szerintem kb. Rájöttek arra, hogy az átlag gamernek a lakásában a játékdobozok kimondnak a polcon, meg tök jó, minden kimond dekorálva mindenféle gamer relikviákkal, kis malajziai rabszolgagyerekek által festett műanyagszobrokkal, meg hasonlóval. Bocs, ha valakit ez offenzíven érint, de nem vagyok politikai, akkor egy sose voltam. Tehát igazából tele van ilyenekkel, ugyanakkor a szekrények azok általában ilyen, mint nálad is, az a teljesen standard, tök jó ilyen ikás valami, egy lap, két lap, asztal, kész, pipa. Polc az ugyanilyen, tak, kész a polc. Én nem akarom reklámozni az IKEA-t állandóan, nem tudom, Expedit, vagy nem tudom, milyennek az a motorcsaládnak a neve. Mert ugye hát általában a gamerek legtöbbje az férfi, már megint nem akarok offenzíven, nagyon jó, ha vannak gamer lányok, de a legtöbb az férfi, és az leszarja, hogy néz ki a bútor. Tehát gyakorlatilag nem lakberendező, hanem gamer, érted. És fogja és berakja ezeket az egyszerű elemeket. Ehhez tök jól passzol az, hogy egy rohadt kocka az Xbox. És valóban működik a design. De semmi extra nincs benne, de ez teljesen jó. Tehát egy csomó mindent nagyon okosan talált ki a Microsoft. Nem most nem a kockára akartam kifutni, csak szabad asszociáció irányába elkanyarodtam. Ugye kitalálták az SSD tárcsáját, meg mindent, de bazd meg az, hogy a megjelenés napján nem tud kijönni hozzá semmi, és gyakorlatilag egyetlen egy szövegük van, hogy ez olcsóbb, mint egy gamer PC. Tehát én értem, hogy egy 30-as sorozatú videókártyánál is olcsóbb egy konzol, bármelyiknél. Tehát 3070-nél is olcsóbb. De igazából ez nem jelenti azt, hogy ez egy jó kommunikáció, tehát az meg, én miért vegyek Xboxot, akinek van egy PC-je, egy erős PC-je? Miért venném meg az új Xboxot? Szívesen megvettem volna, ha jön rá bármi, ami nem kerül ki azonnal a PC-re is. Tehát az, hogy egyrészt az Xbox előfizetésemet azt PC-n is tudom használni, ugye ez az Ultimate, mit tudom én, valami Game Pass, No Fass, ugyanúgy ott van a Store, nyilván nincs ott az összes játék, de az összes megjelenő új játék kijött, ez a időutazgató, nem időutazgatós, ez a horror, ez a két síkon játszódik, ez is kijött az első. Medium. Igen, a Medium, igen. Az is az első napot volt. Tehát ráadásul a PC-n jobb beállításokkal, jobb grafikával tudom játszani. Tehát
azokat nem nagyon szólította meg ez a konzol, akinek van egy gamer PC-je. Korábban megszólította az Xbox, mert volt egy csomó dolog, ami nem megy. Bocsánat, azért kicsit árnyaljuk a dolgot, akinek van egy high-end gaming PC-je. Igen. Mondjuk ez meg az én rossz üzenetem ebben a dologban, mert én fejlesztő vagyok, nekem kell egy erős gép. És hát igazából így van, és valóban a gamerek többségének egyébként rosszabb gamer PC-je van a Steam felmérés szerint, mint mondjuk egy Xbox Series X. Tehát az egyik oldal ez, hogy kéne ennek a rétegnek is valami vásárlási ok. Mert nyilván, aki azt mondja, hogy aközött választhat, hogy megveszek egy high-end gamer PC-t, vagy egy sokkal jelentősebben jobb árteljesítmény arányú konzolt, nyilván a pénztárcája is dönthet, vagy éppen egyszerűen nem akar ennyit költeni gamingre, akkor fogja és akkor megveszi a konzolt. Tehát az, gyakorlatilag most az Xbox Series X az egy olcsó alternatívája egy gaming PC-nek. És ennyi. Tehát megszűnt konzolnak lenni a jelenlegi pillanatában. Az egy olcsó gamer PC alternatíva. Se több, se kevesebb. És ez szerintem nagyon nagy probléma. Tehát egy játékkonzolnak nem ennek kéne lenni. Ez így kevés. Figyelj, a játékos pszichológiában ti, mint fejlesztők, mennyire láttok bele? Hát, mivel a fejlesztők, és én is közéig szólom magam, még bár öreg vagyok, azért sokszor eléggé aspergeres skálán mozognak, úgyhogy a pszichológiában nem nagyon láttunk bele, a másik emberbe sem mindig. És minden rosszabb a helyzet, annál inkább Sheldon Cooper. Tehát így... Jó, oké. Akkor ezt a nemet én igennek veszem. A kérdésem az... De vannak emberek, akik dolgoznak a játékfejlesztőknek, akik viszont belelátnak, mert pszichológusok. Oké. A kérdésem az lenne, hogy maradjunk ennél a kommunikációs strófánál, hogy mennyire tekinthető szerinted zavarosnak az Xbox-nak az üzenete? Azért beszélek erről, mert hogy ugye ez egy elég unortodox megjelenés az Xbox Series X a játékpiacon. Ugye nem nagyon láttunk még olyanra példát, hogy nincsen exkluzív játék, cserébe van egy szolgáltatás, viszont beszéltünk arról, hogy az Xbox eleve már inkább szolgáltatásnak tekinthető, igen, mint effektív hardware-nek vagy játékpiaci szereplőnek. Hát szerintem kicsit zavaros az üzenet. Egy ilyen mondjuk videójátékos bevett rigmusokhoz képest jelentősen eltérő kommunikációba piacra állni, ez szerinted mennyire zavarja össze az átlagjátékost? Azt az átlagjátékost, aki bemegy mondjuk Minecraftot venni Minecraft címen. Sajnos van erre példa, ez egy életből vett példa. Nem az a baj, hogy bemegy, hanem néha kap. Mármint Minecraftot? Nem. A másik, az mondjuk durva. Hát... Szerintem elég zavaros a kommunikáció most a Microsoftnak. És hát ugye persze magyarázzák, hogy az Xbox brand igazából soha nem arra épült, hogy az nagyon nyereséges lesz, de ettől függetlenül azért ez, hát nem tudom, kurvára kéne neki. Ugye annyi stúdiót húzott be maga alá, annyi fejlesztőt mozgat, most már kéne valami exkluzív. Most jönni fog valami, de az megint valami egyszerű, kicsi. Tehát most... Mire gondolsz? Fú, valami nagyon érdekes vizuális világa van, és nem ugrik be a címe. Scorn? Nem, az nem lesz az exkluzív, az simán lesz PC-n is. Exkluzív szerintem semmi nem lesz. De van valami kis, de valami indie játék ez is, valami platformos, ezért ilyen nagyon PC grafikával. Mindegy, ez egy ilyen fejlesztői blogon olvastam, úgyhogy lehet, hogy még nem is nyilvános. A lényeg az, hogy tehát vagy nulla bejelentésük van, vagy valami nagyon-nagyon pici bejelentésük van, úgy, hogy közben maguk alá húztak egy csomó stúdiót, aki csinálhatna nekik exkluzív title-okat, megvették ugye a nyomorult Bethesdát, tehát most már igazán kéne bármi, ami csak Xbox-on jelenik meg, mert tehát ha nem csinálják, akkor szerintem ez lesz az utolsó Xbox generáció, és valóban ezt fogják bővítgetni a végtelenségig, vagy amíg éppen bírják anyagilag. Microsoft sokáig bírja. Fejlesztő szempontból egyébként az, amit a Micro kitalált, az nektek könnyebbség, vagy inkább nehézség ez a Universal Windows platformmal? De most már azért az ökoszisztéma is él mögötte, tehát... Hát nagy extra nincsen ebben a dologban, mert ugye az új generációs konzolok, meg az előző generációs konzolok is PC-k. Tehát a fejlesztés az, kb. Úgy néz ki, hogy a fejlesztés 90%-a fejlesztői kit nélkül is elképzelhető, belövünk egy kb. Olyan erős gépet, mint amit ezek a gépek tudnak, aztán ha megkapod a fejlesztői kitet, akkor azonnal kezdik el tesztelni, meg finomítani, meg beigazítani hozzá az alapokat. De alapvetően a játékok PC-n készülnek. És amikor látjátok az első videókat belőle, az még akkor is mindenki nézi, hogy most az Xbox controller van kint rajta, vagy az egérnek a izéi, hát tök mindegy, mert Xbox controller nagyon nagyszerűen lehet PC-n játszani, tehát igazából így abban nem lehet megállapítani, hogy min fut. A legtöbb ilyen videó akkor még nyilvánvalóan PC-n fut. Tehát csak az utolsó szakaszba kell egyáltalán a kit, tehát most az annyira nem egyszerűsítette az életünket. Tehát, mert már leegyszerűsítette korábban az előző generáció az életünket ilyen szempontból. Akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy itt áthivatkozva, hogy valószínűleg, amit látni fogunk jövő hónapban az E3-on, bármilyen trailer lesz, vagy in-game anyag, legyen az mondjuk akár a Halo Infinite-nek mondjuk egy megjelenése, akár mondjuk bármi más, valószínűleg az inkább PC-n fut, mint az adott hardware-en? De hát gondolj bele abba, hogy mekkora botrány volt az X360-nál, akkor mutattak gameplay-ket, és akkor kim volt a kioszk,
ami tehát a nagy doboz, a tetején az Xbox-szal, és akkor valaki belefényképezett vakuval, és a rácsok között lehet, hogy van benne egy ekkora szerverház, tehát egy PC volt alul, és az csináltak képet, csak föl volt kábelezve az Xbox, tehát meg kb. Világított rajta a LED, tehát ennyi volt bekötve az Xbox konzol, tehát ez egy ilyen klisé volt az elején, egy ilyen kis papundekli valami. Tehát ez korábban is így volt, tehát ez nem jelenti azt, hogy nem lesz ugyanilyen a játék, amikor megjelenik, de hát ha mondjuk Ubisoft, akkor biztos nem lesz. De valami, nagyon szépek a Ubisoft játékok, csak általában ennél sokkal szebbet szoktak demozni, bár talán már leszoktak róla. Azért a Valhallából már azt mutatták, amilyen a játék. Igen, azon jó közelítéssel úgy is nézett ki. Igen, az jól néz ki. De mondjuk ott nem kirívó, mondjuk egy PC-n mutatnak valamit, mert nyilván, hogyha mondjuk egy Gears 6-ot demoznák, ott mondjuk jobban kilógna a rólább, hogyha PC-n látnád. Bár még ott sem lenne annyira meglepő, de mondjuk, hogyha a Last of Us 3-at látnád PC-s környezetben, arról derül neki, az mondjuk azért meglepőbb lenne. Szóval hallgatom, hogy meglepődtek, amikor még nem volt bejelentve a Horizon Zero Dawn PC-re, és a PlayStation-emről streameltem ilyen humorzsákként az egyik alkalommal az órán a PC-s monitorom, és néztem, ez a játék például, és elkezdtem vele játszani. Ez a link-el, a crosslink? Igen. És elkezdtem vele játszani, és így néztek, ez meg van PC, hol lehet megvenni. Rá, mint se. De mindegy. A lényeg az, hogy mi volt a kérdés? Tehát, hogy ma már, tehát igen, valami nem annyira meglepő, tehát most például a ennél a konkrét emlegetett Valhallánál most az én gépemben se tudok jobbat kihozni bele, mint egy Series X-en, amit megy a játék, mert nem nincs elég tracing, tehát nincs, ami elvegye a gépemnek az elejét maximum. Végig zöld zónában kellemes, környezetbarát levegő hőmérséklet teleget a számítógép, meg nem indulna be az összes mind a 7 ventilátor a számítógépen belül, és nem nincs az, mintha fel akarna szállni valami gép a háttérbe. Két kérdésem lenne még, és lesz egy kaza, mert hogy... És ugye, az ő kérdéseikkel mikor foglalkozni? Fogom majd foglalkozni azzal is. Van még időnk bőven. Az egyik az, hogy nem hiszem, hogy beszéltünk erről, de elmondom az előzményét. Akkor beszélve arról, hogy a Halo Infinite-nek a trélere, ami tavaly kijött. Nem hiszem, hogy beszéltünk róla. Én leszek az utolsó, aki valamilyen adásban megjegyzést tesz arra a játékra. Azért akarok erről beszélni veled, mert egyrészt szerintem nem beszéltünk erről. Legutóbb a Cyberpunkról beszéltünk, és aztán el is vitte a műsort. Igen. Viszont... Már tök jó alapodban a azért... és amit ki akartam ebből hozni, hogy nekem egy mérhetetlen csalódás volt akkor a nemzetközi szintér. Hogy gyakorlatilag, amikor bemutatták a Halo Infinite-et, ahogy az a gameplay trailer, az mondom, az 5 vagy 6 percen keresztül mozgott, vagy 10 percen igen. játék. Inkább hogy, csak vergődött. Hogy igen, és az volt a durva, hogy olyan csatornák, akiket én egyébként nagyon-nagyon nagyra értékelek, tehát például Angry Joe-tól kezdve, Jong Yeen-át, akár még Jim Sterling és a többi. Angry Joe az azért eléggé tarka, hogy mikor jó és mikor rossz, valamikor nagyon jó, tehát igen, valamikor nagyon szar. Mondjuk talán Angry Joe még pont nem volt elhúlva tőle, de az, hogy a Jong Yeen hasra volt esve attól, hogy igen, az első Next Gen élmény, meg nem tudom mi, és így néztem, hogy így annyira nem, de lehet, hogy én nem látom azt a háttérben mozgó valamilyen rendszert, amit mondjuk akár egy fejlesztő sokkal jobban lát, mint én. És ezért szeretném első körben föltenni neked ezt a kérdést, hogy te mit láttál abban a trailerben, mennyire van egyáltalán előtted az, amit ott mutattak. A másik kérdésem pedig az lesz, ami szervesen ehhez kapcsolódik, hogy szerinted miben fogjuk látni mondjuk jövő ilyenkorra azt, hogy a Next Gen konzolok mire képesek, mert az világosan látszik, hogy jelenleg még Cross Gen címekből mazsolázunk. Jó, akkor az elején Halo. Hát a Halo nem annyira az én játékom, viszont én is egy, hát én elkezdtem röhögni ezen a videón, bevallom, amikor benézett a képbe az a gyík ember, valami borzasztóan nézett ki. Hát én nem vagyok Halo-s, tehát nekem a Halo-ban az, hogy ilyen neoncsöveket, magukra aggatott ellenfeleket kell lövöldözni, az nekem, tehát nem vagyok 9 éves. Tehát semmi gond nincs az a játékkal, nagyon jó a gameplay-e, tök sok mindent innovált a Halo, nagyon nagyra becsülöm a franchise-ot, de nem az én játékom. És ugye most próbálok egy kicsit abba az irányba elmenni, hogy kicsit felnőttesebb, kicsit kevésbé színes irány, de mégis azért megtartsák a régi értékeket, és mind a mellett ugye abban a trailerben mi látszott, hogy akarnak egy ilyen közel open world világot. Tehát, hogy egy ilyen nagy terület, amin szabadon lehet rohangálni, annyira open world, mint egy Far Cry, és ezt Halo-ban. Ez az igyekezet, ez tök jó, csak az, hogy ugyanazt a grafikai minőséget hozzák, mint az előző Halo-ba, sőt, egy szinten megemelve, hogy látszott, mit a Next Gen, szerintem ez egy öngól, tehát nem akkor kell a játéknak teljesen alapvető felépítést váltani, amikor pont azt kéne megmutatni, hogy mennyivel vagyunk szebbek, mint az előző. Akkor kéne csinálni egy pont ugyanolyan játékot, csak szebbet, mert mindenki azt várta. Ehelyett fogták, és nem lett szebb a játék, mert az a plusz teljesítmény, amit igazából meg kellett volna mutatniuk a vizuálba, azt beletolták abba, hogy nagyobb a világ. Hát tök jó ötlet volt, az meg. És emellett pedig ezt befejelték azzal, hogy nem tudom, honnan pattintották le a karaktermodellezőjét annak a
az a szakállas csávó benne, meg gyakorlatilag azok a lények közelről, tehát atya úr isten bazd meg. Tehát az amikor elkezdett a trailerbe, és az belenézett a képbe közelről az a krapek, és előtte láttuk a Last of Us-nak a karaktereit, ami egy kisebb gépen fut, és erre bejön egy ilyen plastik szakálló nyári Mikulás, és elkezd beszélni valamit, és így... Tehát így... Ez mi? Ez egy ilyen indie próbálkozás? Annak tök aranyos. Tehát így teljesen jó, ha ezt egy olyan srác csinálta, aki két hete karaktermodellező. Tényleg jól sikerült, gyerekek. És ez a Halo Infinite. Tudod, és így, ó, bazd meg. És utána a végén miért mentek olyan közel annak a lénynek az arcához? Tehát mémet csináltak belőle egy mozdulattal. És az, hogy ezt hogy nem látták. Tehát értem azt, hogy a fejlesztő azt látja benne, hogy nézd meg, most majdnem open world, meg lehet mindenfelé menni. És tényleg tökre kibővült a játék. Az tényleg meg is eszi a teljesítményt. Szó se róla. De az bazd meg, hogy így, meg azok az ilyen furcsa, ilyen sziklák, amik ilyen tök szögletesek, és a régi limitációk miatt ilyenek, és próbálják, hogy a bolygónak akkor ilyen a sziklázata, vagy nem tudom, de az nem működik, gyerekek. Tehát, hogyha szintet lépünk, akkor meg kell mutatni, hogy ez szintlépés. És nem azt kell csinálni, hogy csinálunk egy nagyobb teret, amit amúgy sem fogunk bejárni a kurva trailerbe, és nem, hogy jobb, de rosszabb grafikát teszünk mögé. Tehát, atya úrég. És egyébként az a legsúlyosabb az az iparági plecska. Hogy mit gondolsz, miért van rajta az Xbox Series X-nek a dobozának a hátulján a Halo Infinite? Na, azzal akarták kiadni. Mégpedig ingyen akarták adni hozzá. Ha igazak a pletykák. A dobozban lett volna benne. Ja, bundle-ként, igen. Nem elő akarták. Csak bundle lett volna. Ingyen kaptad volna hozzá ezt a játékot. Ezzel akartak úgymond odaütni a Sony-nak, hogy őt Halo-t is adják hozzá. Szolgáltatást, tudod. Hát amúgy meg Game Pass-ban meg fogod kapni, tök mindegy. Tehát csak ott lett volna benne a dobozban. És bazd meg elte. Azért nem volt más megjelenés, mert rögtön a nagy ágyúval, a Halo-val akartak támadni. Azt meg az emberek így megnézték, és mi ez a szor? Jó, oké, bocs, jó, csak dekoráltuk a dobozt véletlenül ezzel a párkével. Bocs, nem ide. Iszonyú, tehát az egy iszonyatos a durva mellényúlás volt, és hát szerintem az ártott azért az Xbox Series X eladásoknak. Nem tudok számokat, mert nem akartam nézni, mert igazából még nem érdekel, amíg nem lehet kapni, de ez valami hipert vágya volt. Egyébként a Next Gen-re visszakanyom, mikor fogunk Next Gen-t látni, neked tudom, ez nagyon régi veszőparadat, és igazad van, ezzel tök jól képviseled a Vox Populit, az átlagember pontosan ezt akarja. Hogy mikor, miért vegye meg a konzolt, mitől lesz jobb? Tehát látsz egy Last of Us-t és Last of Us 2-t, és ez geci jól néz ki, csak ahhoz képest most mennyivel jobb. Hát lényegében erre nagyon egyszerű a válasz. Ez a generáció, ez elérte a jobb gamer PC-knek a szintjét, mégpedig durván a 2070-es videókártyáknak a szintjét. Ez nagyon jól látszik, például ezen a Metro konzolos kiadáson, én is még csak teszt videókon láttam, de az látszik, hogy egy picit jobban néz ki, mint a régi Metro, ami PC-n futott jó minőségben. Az jobban néz ki, mint az Xbox Series X-el, mint a PlayStation 5-ön. Jobban néz ki, egy picivel. Azért néz ki jobban, nem azért, mert erősebb, mint a 2070-es, hanem azért, mert már az újraírt verziót kapják, amiben már minden csak Ray Tracing pártjájnal működik, hisz a konzolokban ez default, hogy benne van, tehát ott nincs olyan konzol, amiben van, amelyikben nincs, most ugye a Next Gen-ről beszélünk, és azért át tudták úgy írni, hogy a konzolnak az Enhanced verzió is, tehát az simán lehet, mert Metro Enhanced Edition-nak hívják, az lényegében jobban néz ki, mint a korábbi PC-s Ray Tracing-elő Metro. Tehát geci jól néz ki konzolon, röviden. Nem néz ki úgy nyilván, mint egy másfél milliós gépen PC-n, mert az a PC Enhanced Edition, de a kettő között van, és ez hatalmas nagy szám, és az valóban Next Gen. Csak ugye erre meg azt mondja egy PC Master Race, hogy ez a Next Gen, bazzeg, nekem már volt ilyen. Tehát ezzel megint ez van, hogy ehhez megint kellenek az exkluzívok. A Ratchet az nagyon Next Gen-nek néz ki, de az persze nem fotoreal grafika szempontjából, hanem azért, mert az mindent használ, amit a gép tud, és nagyon jól kompaktan el tudja rejteni ebben a grafikai világában, a rajzfilmes világában azokat a dolgokat, amiben annyira nem erős mondjuk egy játékkonzol. Mondjuk a videomemória mennyisége. Tehát ebben a stílusban annyira nem látszik ez a meg ez a portál jelleg, hogy átdobál téged világból világba. És közben töltöget. És milyen jó ötlet. Aha, azért nagyon jó ötlet. Fantasztikus. A metrós példára most felmerül bennem az, hogy ugye én gyakorlatilag dobálozok azzal, hogy nem nagyon lehet észrevenni a ray tracinget, sőt egyébként a ray tracing implikálására pont legutóbb a Digital Foundry-nál volt egy mérés, hogy a Resident Evil Village-be konkrétan teljes lelki nyugalommal ki lehet kapcsolni, mert effektív ők se találták meg benne. Figyelj, akkor tényleg nem nagyon van erős ray tracing támogatás. Viszont az merült fel, hogy itt viszont a Metro Exodusnál, ha valaki játszott ezzel a játékkal, 2 évvel ezelőtt, amikor megjelent az alapjáték. Igen. Ha most kipróbálja az Enhanced Edition-t, akkor ezt látni fogja? Tehát a szemébe ugrik a Ray Tracing? Nagyon erősen. Nagyon erősen.
egyszerűen vannak olyan helyszínek, hogy így leállítod, és így kinyomtatom neked, akkor azt mondod, hogy ez egy fotó. Nem mindenhol jön össze, nem minden napszaknál, nem minden helyzetben, de nagyon súlyosan néz ki a játék, és valóban megmutatja, hogy mitől jó egy ilyen dolog. Ja, volt egy nem fogadott hívás, bocsánat, csak élőadás hátránya. De lehalkítom. Ne hagyjad nyugodtan egyébként, ez így növeli az egésznek a báját. Nem olyan szintjék, hogy stúdióba vettük fel, basszus, és meg van szerkesztve. Igen, nem, nincsen vág. Frame dropokat össze tudom hozni azért. Igen, a francban, azt majd valahogy kivágod. Elkezdek egy mondatot, és egy fél darab múlva folytatom. Vagy aládnál rálok valamit, ez milyen lassz, hogy beszélsz, és közben hogy totál más lesz. Te egy női hanggal. Csak hogy ne legyen feltűnő. Úgyis most, hogy mindenki olyan nemű, amilyennek mondja magát. De az Enhezzel is annél voltunk. Igen, vissza is kanyarodtuk a feminácii irányból. Mondjuk ez megint egy olyan dolog, hogy érdekes módon, amikor a ray tracing szóba kerül, akkor mindig mondjuk a fényemittálás az, ami eszembe jut, vagy mondjuk a tükröződés. De kb. Ezek, meg az árnyékok kb. Ezek mondjuk itt kint vannak a kirakatban, de például mondjuk a ray tracing, akkor ezek szerint, mivel a Metro Exodus az nagyrészt, hogy a sötétben játszódik. Most ezért szerintem annyi kommentet kapsz, mint az állat. Hát jó, amikor nem vagy kint a felszínen. Kb. A fele részben játszódik világos nyílt terepeken. Vagy az rémlik, hogy sokkal többet voltam föld alatt. Nem játszottad végig. Elmentem kb. A végig. Ja, nem játszottam végig, azt hiszem, hogy az endgame-et. Én pont azon lepődtem meg, hogy mennyivel kevesebb a sötét bezárt rész. Tehát van egy konkrétan egy terület, a tajgás rész, az mintha Last of Us-szal játszanál. Tehát ilyen nyílt házakban. Jó, ott van az elején. A tajga? Az a harmadik. Az a Volga után van. A Volga, van ugye az a bunker, van a sivatag, igen. És aztán jön a tajga. Az nem az eleje. Tehát Moszkvából jó. Jó, oké, megvan. Igen. Sokadik pálya. Két éve játszottam. Elég régen volt. Hát amikor megjelent. Lehet, hogy újra kéne játszanom. Lehet, hogy most többre értékelni ezt a játékot. Igen? Aha. Akkor nagyon furcsa megjegyzéseid voltak egyes helyzetekben. Hát, ott nekem konkrét gondjaim voltak azzal a játékkal, de mondjuk ez nem a vizuális részéhez tartozott egyes. Nem. Tehát vizuálban nagyon erős volt. Jó, mondjuk az nagyon súlyos, hogy az oroszok mennyire érdekesen súlyozzák ott a fontossági sorrendet, amikor így próbálnak ilyen ugye angol szinkron csinálni, de így érezhet ilyen orosz színészeken látották. És akkor mindig kiült és jobb beszélnék hozzá. De az tudatos, nem? Tehát, hogy autentikusnak érezd. Nem tudom, hogy mennyire tudatos, de sikerült tudatosát tenni, viszont amikor az egyik srác előhúzza a gitárt, és elkezd énekelni az oroszul, azok zseniális, annyira adja az azt a hangulatot. És ha figyeled, akkor olyan, mintha jól fognál a gitárt. Igen. Vannak ilyen apróságok a játékban, amik így megdöbbentően oroszos precizitással, ami hihetetlenül jól vannak összerakva. Van még egy kérdésem hozzád. Stalker 2, ugye készül? Uh-huh. Ti arról tudtok valamit, vagy te mondjuk így belelátással akár műhelyt, hallottál róla valamit? Hát a Stalker ennek a fejlesztésében azért, mivel kerestek akkor is már ilyen külső beszállítókat a csapatnál, meg ugye döglödött az egész projekt, és miket is megtaláltak. Figyelj, a Stalkeresek, ez ugyanaz a gárda, aki az elsőt csinálta, ott akkora kupleráj van, hogy ez valami embertelen. Tehát ott egyszerűen minden, tehát az egyik héten ez a döntés, másik helyen az. Én nagyon bízom a Stalker 2-ben, mert a világa nagyon jó. Az elsőnek is az volt, de most gondolj bele, hogy milyen állapotban jelent meg a Stalker 1, mikorra lett jó, és most készül a 2. Ja, és mennyit csúszott a Stalker 1, különösen ez a fontos kérdés. Mindenki szeretné a Stalkernek a világában mászkálni egy kicsit. Én azt szeretném, hogyha inkább a Metronnak a fejlesztői csinálnák a Stalker 2-t, mert akkor egyszer látnám a végét. Tehát az pont a Metro bandája az nagyon jól mutatja, hogy milyen, amikor az oroszok nagyon koncentráltak és nagyon jól meg tudnak valamit csinálni. Most nyilván narratív döntéssel, meg egyéb dolgokkal egyetért, ezt nem értesz, ez egy másik kérdés, de ugyanakkor a... Igen? Nyugodtan vizelj. Csináljunk egy kis ASMR, figyeljetek. Igen. Szándékos a rózsaszín, ez valami... Jó, mindegy. Hagyjuk a rózsaszínt. Ez lila, mi a bajod vele? Lila? Aha, ezt tudod, mert a rózsaszín is azt mondja a férfi, hogy ez nem rózsaszín, hanem az világos lazac szín. Te találkoztál már ilyen férfival, aki a rózsaszínt kikorrigált a világos lazac színre? Persze, aki képregény figura. Ezt meg se hallottam. Na igen. Tehát a lényeg az, hogy pont az ellentéte ez a két csapat egymásnak, vagy ellentéte volt a két csapat egymásnak. Nem tudom most kik dolgoznak a Stalker 2-n, de én tartok attól, hogy itt is megint ez a végtelenségig csúszás, meg húzás, meg egyéb ilyen dolog lesz. Ráadásul most ugye, hogy ennyire ki kell használni technológiát, ugye nemzettársaik ilyen 100%-osan kimaxolták, megmutatták, hogy kell ezt csinálni, ezt a ray tracing dolgot, hogy körülbelül az egész világnak. Így most hát eléggé rajtuk van azért a fókusz, hogy mi lesz ebből. Meg hát nézd meg, hogy mi történt a Cyberpunk-kal. Én kicsit tartok attól, hogy lesz egy ilyen második fiaskó.
Igen, ez nem akarok ebben nagyon belemenni, mert szerintem a múltkori beszélgetésnél ezt bűségesen kimaxoltuk. Meg ott elég egyértelmű volt, hogy tök máshogy látod ezt az egészet. Nagyon-nagyon, hát azért, mert PC játszottam vele, és nagyon-nagyon sokat javítottak. Most a mostani Cyberpunk az köszönő viszonyban nincs. A PC eredetileg sem volt nagyon szar, most meg már majdnem tökéletes. Működnek a rendőrök, rendesen, lehet az autókat vezetni. Láttam azt a jelenetet, most nemrég kiszedtek egy jelenetet, hogy a rendőr, hogyha üldöz, akkor egyszer csak beteleportál mellé az agyonsülésre. Már nem csinálta, azóta volt már egy patch, nem csinálta. Még nem csinálta. Egy hónapja még ez volt. De akkor jó, akkor szerint az megvan. Menj fel a Steam-re és nézd meg, hogy hány patch van már hozzá. De franc tudja, lehet, hogy az egyik patch valamit megjavít, valamit tönkretesz, ugye nem ez lenne az első, amit így látom. A narratívánál csináltak ezt a... annak a játéknak a működése, kijött egy patch, és aztán kijött egy patch, ami korrigálta a patch által elpecsált dolgokat. Ezt el lehet azért pingpongozni egy darabig. Hát tudod, hogy hány összefüggés van egy videójátékban, úgyis. Hát ott aztán eléggé persze, 2 millió, különös, hogy ekkorában. És hogyha valamiben rosszul nyúlsz hozzá, akkor az elmehet a fenébe. Tehát, szóval vannak azért erős gondok még ott is, tehát lehet látni, de kifelé mennek belőle, tehát egyre jobb a játék. Figyelj, hogyha te játékfejlesztő, vagy csak visszakanyarodva a Stalker 2-t, csak azért, mert mindannyian itt állunk, és próbáljuk csak találgatni, hogy mi lehet. Ott van mondjuk a GSC World, ugye ők csinálják a Stalker 2-t. Uh-huh. És legutóbb arról attól zengett, hát végülis nem zengett az internet, ez egy kicsit meg is lepett, hogy ennyire nem érdekel senkit, mi történik a Stalker körül. De felmerült az a kérdés, hogy hogyan van az, hogy van egy lehetőséged, megmutathatod a Stalker hol tart, úgyhogy tavaly már mutattál belőle egy gameplay videót, amiről azóta kiderült, hogy nem az, hanem csak egy ilyen engine movie, igen. És gyakorlatilag az egyetlen, amit kiállítasz, az, hogy hogyan lehet egy karakternek cserélgetni a fogait. És azt nem láttad? Nem, de ez kurva cifi. Ennyi volt ott a karakter, és ki lehetne cserélgetni a fogait, hogy néz ki. De figyelj, minden olyan játékos, aki együtt a fogorvos is, az értékel ezért, hogy milyen élethű. Jó, hogyha tegyük fel, hogy mondjuk nem a fogorvosokat célzott meg ezzel a... Nem ez értem, Stalker, szerintem fogorvos és a Stalker játékosok között nagyon meccet, nem? Na, akkor ez indokolt. Ugye? Akkor látod mégis, tényleg. Tegyük fel, hogy mondjuk nem a fogorvosokat akarod megcélozni. Akkor mi indokolhatja azt, hogy ennyit mutatsz a játékból, és nem többet? Tehát mondjuk a karakter részletesség az egy ilyen system seller, vagy egy selling point lehet egy videójátéknál ennyire? Egy FPS-nél? Egy FPS. Nem tudom, miről fogsz szólni, lehet, hogy fogásszimulátor lesz. Nagyon kemény tükröződések kellene, ahhoz, hogy a selling point legyen. De nem tudom, miért azt mutogatták. Tehát ez kicsit olyan, mintha ez már úgy nagyon kész lenne, és hogy nagyon akarták mutatni, hogy ez mennyire jó, és a többi része meg mondjuk nincs kész. Tehát fejlesztő jobban nem indokolja semmi, hogy... Hát ezt nem fejlesztőjogból kéne indokolni, hanem ezt mondjuk észszerűen kéne indokolni, hogyha a játékot akarom demonstrálni, akkor nem a főmenet mutogatom belőle, vagy a karakter szerkesztő ablakot. Tehát így igazából ez akkor szoktuk ilyeneket mutogatni, amikor vagy már megmutattuk a gameplayt, vagy kurva nem nincs gameplay. Tehát milyen másokat tudsz józan paraszti észre kitalálni. Tehát miért mutogatsz egy olyat, ami senkit nem érdekel? Dicsekszer érted, erre van kitalálni, nem tudom. Tehát ez valóban gáz. Mert csak próbáltam volna azt kihozni az egészből, hogy hát, ha te esetleg látod azt, hogy volt erre mondjuk példa korábban, elképzelhető, mondjuk a modell részlet gazdagságát akarják megmutatni, hogy az játékban hogy fog kinézni, de mivel egy karaktermodellezőnek tűnt nekem az a szoftver, egyáltalán nem biztos, hogy úgy fog kinézni az a karakter végeredményben a játékban. Hát meg FPS, és nem is fogod látni a karakteredet, csak az átvezető részekben. Jó, akkor szóval csináljunk egy olyat, hogy... A fennmaradó kb. Fél órában, nagyjából annyink van, okay. Hogy a fennmaradó fél órában itt van felen, és mindenféle olyan kérdést föl lehet nyugodtan neki tenni, amire ő tud válaszolni. Annyi kérdésem van, hogy lehetőleg ne ilyen atomfasságok merüljenek fel. Tehát tudjátok pontosan, hogy miről beszélek, tehát ilyenek, hogy hol vetted az inged, meg nem tudom én ilyenek, hanem itt van végre lehetőség, hogy kérdezhettek akármit, beszélhettek. De te vagy kíváncsi, ezt ne akarod kimondani. Én meg tudom. Akkor jó. Okay. Nekem el szoktad ezeket mondani. El szoktam, hogy végre ne póló vagy. Hanem ő az úgy, mint egy felnőtt. Jó vicceltem. Ezek kinőtt pólok. Jó, de azok majd bejönnek még szerintem. Ez egy régi cyberpunkos póló. Na, itt van Zsilletnek például egy ilyen tök jó kérdés, hogy szia felem, volt a játék, hogy fejlesztés közben megutáltál? Igen, World of Chaos. World of Chaos? World of Chaos. Ja, World of Chaos. Az mi? Na, látod.
Itt van kapszlok, hogy minek köszönhető az, hogy mostanában a játékokban az ellenfelek per ellenségek AI-ja full gáz. Bár sok játékot nem ismerek, de mióta követem az OV-t, és látok itt játékokat, meg játék összefoglalókat, a játékok túlnyomó többségében annyi esze van az AI-nak, mint egy marék döglött lepkének. Ennyi plusz effortot igényelne tisztességes AI-t összerakni, például Last of Us 2, vagy simán szarnak bele. Bocs, nagyon hát a Last of Us 2-nek konkrétan elegén tűrhető AI-ja van ahhoz képest, amilyen a többinek. De az AI-nál... Azt hoztam pozitív példára. Igen, tehát nem az a lényeg, hogy plusz effortot igényele vagy nem, hanem az, hogy mi az igény. Ugye egy átlag játékban egy eléggé szürreális helyzet van. Mondjuk egy Far Cry játékban megtámadsz egy erődöt. Most te vagy, mit tudom én, 8. általános iskolás Pistike, aki nyilván nem a Super Commando skilljeiről híres, hanem lehet, hogy matek zseni vagy mit tudom, akármi más, de mondjuk nem nagyon fogott a kezébe még igazi fegyvert. És mondjuk le kéne vadászni egy elit katonákból álló gárdát. Most a valóságban mennyi esélyed lenne ezeket a szerencsétleneket elkapni? Nulla. Tehát így gyakorlatilag Pistike nem élne túl sokáig. Tehát így pillanatokat kinyílnak az AI-ban, azért alkalmazunk egyszerűsítéseket, hogy az átlag játékos le tudja őket győzni. Ha nem tudja őket legyőzni, akkor nem szeretik a játékot. Tehát az más kérdés, hogy minden egyszerűsítéssel egyetértek-e, ami egy ilyen játékban van. Hát nem mindig. Konkrétan a bigott szektamókusos Far Cry-ban, ami nem a T-Online szponzorálási rózsaszín csajos volt, hanem az előtte levő. Nem tudom, hanyadik, te biztos tényleg szemben. Ez 5, azt hiszem. Igen, aminek egész tűrhető volt a sztória, ott konkrétan azt csinálta a Ubisoft, hogy az embereknek a látóterét, ami ugye egy AI-nak a látótere általában egy gúla, azt így összenyomták így. És gyakorlatilag ott áll a csávó fönt a konténer tetején, és így nézelődik, te meg ott állsz lent a konténerek 3 méterrel lejjebb, és így nézed, és épp a farkára fogod a puskádat, és meg se zizzed, tehát ugyanúgy nézelődik tovább. Tehát egészen biztos, hogy valóságban nem benne észre. Persze, biztos észre lenne. Tehát igazából, és ezek elit katonát akarnak demonstrálni, néha már nagyon kilóg a lóláb. De a másik az, hogy az AI hibák, azok nem mindig AI hibák, amit mondjuk egy újságíró AI hibának gondol. Ha beleakad valamibe az AI, az soha nem az AI-nak a hibája, az annak a hibája, hogy az úgynevezett navigációs mest, azt valaki nem generálta újra, és mondjuk arrébb húzott egy fát. És a szerencsétlen AI éppen a lukat kerüli ki, ahol az előző fa volt, miközben az új fába meg beleakad, mert arra meg nem tud. Egy jogos triggerelős kérdés egyébként ehhez kapcsolódik, hogy viszont ha 8 éves Pistikére van pozícionálva az AI, ami nyilván egy példa volt, akkor miért van rajta 18 pluszos besorolás? Azért, mert az a baj, hogy 8 éves Pistike szintjén játszanak a 18 pluszos játékokkal a kiadók szerint. Okay. Nem, de egyébként még egy kérdésre kanyarodva, igen, nagyon jól tudják, hogy milyen korosztályok játszanak a játékokkal, viszont van egy minőségbiztosítási dolog, ami mondjuk a mesztelenséget meg az erőszakot azt ilyen címkékkel jutalmazza, de ugye nem gondolod komolyan, hogy ezt azért úgy mindenki komolyan is veszi. Tehát, vannak ilyen oldalak is, amiket mindenki látogat 18 éves kora alatt, dacára annak, hogy csak egy bizonyos korosztály fölött. Igen, akkor jöttem Zoli pont egy ilyet látogatott. Igen. De már legalább 19. Kitettem Instára, nézzétek meg. Ricsi HH, hogy felem fejlesztői szemszögből látsz már valami fényt az alagút végén videókártya árakkal kapcsolatban? Milyen hatással lesz a piacra, ha hosszú távon nem lehet értelmes áron videókártyához jutni? Az első az, hogy szomorú hatással. Most az ugye próbálkozik ugye az Nvidia, hogy hát ugye a bányászokat leválasz erről a dologról. Tehát ugye a bányászoknak külön kártyákat csinál, mert ugye ők vitték el a videókártyák nagy részét, illetve a gamereknek, de arra, hogy jelentősen olcsóbbak lennének ezek a kártyák, hát ez egy ilyen egyéves periódison belül van maximum esély. Tehát ezek eléggé csúcsteknológiás termékek. Nem hiszem, hogy nagyon sokkal olcsóbbak lesznek. Hát az üzérkedéseket megszüntetik, ugye, mert azért ez is benne van, ez a rabló haszon. Meg azért nem Magyarországon próbáljátok meg ilyet, hanem rendeljétek be külföldre, meg úgyis olcsóbb. Akkor azért javul valamit a helyzet, hogyha az üzérkedés megszűnik, és a bányászok lejönnek róla, és több lesz a kínálatban. Mert ugye sajnos a kereskedelmi törvény az, hogy van belőle egy darab, az kurva értékes, ha van belőle 1 millió darab, az rohadt értéktelen, és ugyanarról a tárgyról beszélünk. Tehát erre azért eléggé rájátszanak Magyarországon. Külföldön is, de Magyarországon sajnos még inkább. Úgyhogy érdemes egy picit várni, talán ennek az évnek a második felében, bár 2 hónap is ott vagyunk, már egy kicsit jobb lesz a helyzet. Van itt valaki, szerintem ő ismert téged, nem tudom miért, valamiért ez megmaradt nála, Bresshol, hogy szóval felem megvan még a Csúcs Super MX-öt? Ez valaki, ja lehet, hogy látta, amikor azzal parkoltam a régi irodában, szerintem lehet, hogy hozzánk kell, de nem emlékszem erre a névre, hogy biztos mindjárt válaszol. Majd nem mondja Bresshol, hogy honnan jött a dolog. Bresshol? Bresshol. Ez kicsit furcsa. Oké. Okay. Igen, most legalább rátettél a térképre. Igen, valóban egy MX-5 NDRF-fel közlekedem. Köszönöm szépen, a legjobb autó a világon. A Mazdának mindig szívesen csinálok reklámot, mert annál jobb kocsi nincs. Stormbird mondja, hogy szerintem. Felán említetted, hogy saját játékokon dolgozol. Erről tudsz még infókat szórni?
persze, ha jössz a suliba, akkor bármelyikbe belenézhetsz. Ezen dolgozom, illetve most még egy dolgon, Zolival korábban is beszéltünk, meg párszor már bejelentettem, hogy szeretnénk egy YouTube csatornát, olyan oktatóanyagok lesznek fent zömmel. Annak az első anyagán is dolgozom, ami meg szintén egy játék lesz, egy régi játéknak a remékje, ami senkit nem fog érdekelni rajtam kívül, mert azt a folyamatot akarjuk beleszemléltetni, hogyan lehet egy játékot remékelni vizuális szempontból, összességében hogyan lehet összerakni, illetve ez egy 89-es játék, tehát programozói szempontból nem vállalok túl sokat. Azt, hogy hogyan lehet megírni mondjuk ennek a dolognak a program részét. Annyi az egészet, belépsz az optionhoz és felhúzod a felbontást, nem? Hát mivel egy Z80-as processzoron futott az eredeti játék. Kicsit azért ennél több munka van vele, de igen, az nem remaster, hanem remék, tehát az már remékelési dolog. Ezen dolgozom még, de amúgy van egy VR-es autós lövöldözős játékunk, a Genesis Drive, van egy steampunk lövöldözős űrhajós játékunk, ez az Aronax, ezek előbb-utóbb találkoznak egymással, és ugye a folyamatosan fejlesztett címünk az a Maze of Memories, amiből az első rész az éppen most lesz release-en, nagyon gyorsan, teljesen ingyen le lehet tölteni, mindenhonnan ez pedig a Virus Drifter lesz, amit Zoli meg mindig nem nézett meg. Nem, egy lustag dög vagyok. De nem neki való az ilyen minimál játék egyébként, hogy minden nem. Nem, minden. Nem. Az a lényeg, hogy ennek kint lesz a linkje hamarosan mindenhol nálunk is, remélem Zoli is kirakja, senkinek nincs bele haszna, igazából ez egy olyan játék, amit le lehet tölteni, ez erre a vírus helyzetre van ráhúzva egy picit, és gyakorlatilag egy Atari Asteroids klón, ami 79-es játékát készítettek a legrosszabbra, és igazából azt kérem mindenkitől, hogy ezt gyorsabban terjesszétek, mint a vírust. Tehát, hogy így másoljátok le egymásnak, torrentezzétek, csináljátok, amit akartok. Tegyétek ki Nintendo Switch-re. De ezt most nem ironikusan mondtam, hanem rakjátok mindenhova, adjátok oda az összes cimborának, stb. Egy kicsit mindenki eresze ki a gőzt a vírus helyzet. Talán után, reméljük, hogy után, lője szét a picsába az összes vírust. Ebben egyébként az amerikai módszerrel megoldást találtunk a járványra. Nagy puskával segbe kell lőni a faszba, ennyi a megoldás. No, jött még ilyen, hogy igen, Breszfolk, az mondta, hogy a régi irodában volt, akkor sikerült beszerezned. Azok, igen, is, igen. Ismert, ja, akkor volt két napos kebezet, most már két éve. Vanda Hun, Attila úgy néz ki, grafikus leszek az iparban, volt tanoncod nagyon vagyok. Nagyon jó, nagyon jó. Köszi az ingyen reklámot. Mi lenne a legfontosabb tippet valakinek, aki most kezd el dolgozni? Mert az iparban, vagy mondjuk, mit tudom én, felszolgáló, vagy nem tudom hol. Tehát, hát ezt egyetlen mondjuk mondatban nagyon nehéz lenne megfogalmazni, hogy mi lenne a legfontosabb tipp. Hát hallgass a supervisoraidra, ne legyél fasz, röviden ez egy nagyon fontos szempont, mert nagyon nehéz egy kezdőnek azt kezelni, hogy különösen művész palántának, hogy mindenki igazából jobban tudja körülötte, hogy hogyan kéne a dolgot csinálni, mint ő, és ezt ne agresszivitással pótolt, hanem mondjuk alázattal, és akkor nagyon sokat fogsz tanulni az első időszakban. Ez a legjobb időszak, bár mindenki ettől fél a legjobban. Amikor még vannak dolgok, amiket nem tudsz megcsinálni, és minden nap tanulhatsz valami újat. De ez milyen szép kompakt gondolat, hogy ez a legnehezebb, de ez a legszebb időszak. Hát ez szerintem mindenhol így van, csak annyira túlféljük azt az időszakot, hogy úristen, vajon jó, vajon nem jó. De emlékszem, 5 éve dolgoztam grafikusként az iparágban, és azon izéltem meg mindig, hogy vajon elég jó a munkám, vagy elég jó a munkám, hát már alkategóriás játékokban jelent meg, tehát mitől lett volna nem jó. De tudod, egy grafikus mindig látja a saját munkájában, hogy az mi a szar benne. De nem az a cél, hogy te ne láss benne szart, mert mindig van benne szar, mert tudod, hogy mit lehetett volna jobban megcsinálni, hanem az, hogy elfogadják, és igazából ez egy fontos szempont, hogy a játékos úgyse látja benne már egyébként a egy két évvel gyakorlatilag rendelkező 3D grafikus munkájában a játékos már nem lát hibát. Tehát azért az már az a szint. De akkor lesz benne hibát, amikor mondjuk gyorsan gyártatják le a grafikussal, nem akkor, amikor beleteszi a tudását, amikor azt mondják, hogy most ezt izibe gyárts le itt Malajziába. De gyakorlatilag igazából, hogyha a két éves korrekt rutinja van valakinek, akkor gyakorlatilag az már... environmentesnek már hibátlan dolgokat tud csinálni. Ő az, aki megcsinálja mondjuk a dobozokat, a fákat, meg a faszon tudja miket, amikor körbe vannak mindenhol. Hát minden environmentestől most elnézést kérek, a faszon tudja. Gyere, próbálom valahogy lebontani, úgyhogy ez iparművészeti forma, mert kicsit visszár van. Jó, oké. Okay. Ez most tök jó összerakni egyébként, mert hogy gyakorlatilag ez így elég szépen és elég látványosan árnyalja azt, hogy miért tudott jelentősen előre törni az indie szintér. Ma már nagyon sok minden van, ami automatikus. A textúrázásnak is egy csomó része az például. Rengeteg szkennert modellt használunk, tehát modellezőből is kevesebb kell. Ott a megascan gazdagon építkezik bele mindenki. A lemegetett metróba is tele van megascan-es sziklákkal, meg egyéb ilyen megascan-es objektumokkal. Ilyesmi. Na, itt van egy Ricsi Hahának még egy felvetése, hogy pontosan mit csinál a game designer? Milyen tudás szükséges ehhez? A 2D per kalandjátékok érdekelnek főleg, akkor nem nekem való az iskolád? Hát szabad idejében nagyokat kirándul, csajozik. Ja, nem, bocsánat. Tehát szigorúan véve. Ha a játék dizájn érdekel, akkor hát való neked az iskolánk, mert beszélünk arról, hogy kell tervezni egy játékot, milyen dolgok alatt. Nagyon sokféle játék dizájnár van.
Tehát létezik, aki megcsinálja az alapokat, létezik narratív designer, aki párbeszédeket ír, létezik level designer, aki pályát épít, tehát egy játék design az egy nagyon szertágazó dolog, több szakmát vonz. Hát lényegében az átlag játék designer, aki mondjuk azt találja, hogy milyen legyen fizikailag a játék, nem vizuálisan, hanem hogy hogyan működjön, azokban nagyon sok esetben egyébként írói hátterük van, tehát valamilyen könyvet írtak vagy fordítottak. Nagyon sok ilyen van, hát a Neocore-nak például Nyulászi Zsolt dolgozott rendszeresen, a Van Helsingnek egy csomó részétől írta, aki hát, kiváló magyar science fiction író. Bocsánat, mi a különbség a narratív designer meg egy forgatókönyvíró között? Nem sok. Ja, jó. A narratív designer többnyire a párbeszédekre rakják rá elsősorban. Tehát a lényeg az, hogy általában ilyen írói háttérre rendelkező emberek írnak ilyesmit, akik egyébként mellesleg gamerek, mert hogyha bármelyik láb sérül, akkor abból vagy egy nagyon jó narratíva lesz, de egy nagyon szar játék, vagy fordítva. És ugye ez a részleteket különböző egyéb altdesignerek dolgozzák ki, tehát hogy milyen legyen a pálya, a narratív designer csak vagy azt mondja, hogy elmegy A-ból B-be, mit tudom, találkozik egy csapat valakivel, akivel beszél, és akkor szerez egy tárgyat. Közben meg azt valakinek meg kell csinálni, hogy mégis élvezetes legyen A-ból B-be elmenni például. Hát ott meg csomó minden jön közben. Ezek az sem merült fel, ugye nagyon sok esetben találkozunk olyan játékkal, aminek például mondjuk a narratív oldal erősebb, mint a gameplay része. Például mondjuk ilyen a Mass Effect. Az abszolút, de ez egy narratív alapú játék. Mondjuk a game design része erősebb, mint akár a narratíva, vagy akár a gameplay. Ilyen jelesül mondjuk a Bioshock. Igen. Hogy néz ki, hogy igazából ki az, aki összefogja ezt annyira, hogy mondjuk vagy nem veszi tudatosan észre, vagy mondjuk beéri annyival, hogy elég, hogyha mondjuk két elem megáll mondjuk a közepes szinten, csak egy kiugró legyen, vagy mondjuk mennyire szükséges ezeket mindenki kell közelíteni egymáshoz? Ez mindig tudatos döntés. Egy játék nem lehet minden területen egyformán erős. Nem is akar az lenni. Soha nem is akar. Tehát mindig van valami célja a játéknak, hogy mit akar. Uh-huh. És hát mondjuk a Bioshock Infinite-nél szerintem a gameplay, ami egyébként egészen tűrhető, az tök jó hátráltatja a sztori mesélést. Állandóan kirúgja a bokáját, és már kurvára a hát közepére kíván ott pupnak az összes FPS hülyeséget, ami abban a játékban van, miközben végig a sztorira vagy kíváncsi. Tehát ott mondjuk hátrálhatjuk egymást, mert túl erős a narratíva ahhoz, hogy foglalkozz a játékkal. Tehát sok esetben azért nyomják el az egyik oldalt, mert hát vagy nincs rá pénz, vagy azért, mert egyszerűen az a döntés, hogy az a dolog, amit te súlykolni akarsz. A Bioshock egyébként az első rész, az egy Unreal FPS template copy-paste, és igazából fel van skinelve, meg fel van öltöztetve sztorival, meg hangokkal. Tehát az egy-egyben még a Weapons V is ugyanaz, mint az eredeti akkori templétben. Igen. Persze, az alapmesterséges intelligenciát használja az összes slicerre. Tehát igazából a fő ellenség kivételével nem sok kivétel van a játékban. És alapvetően ott nagyon látszik az, hogy a narratívában borzasztóan erősek voltak, nagyon jó történetet tudtak írni, nagyon jó hangulatot tudtak teremteni, a grafikusok jók voltak, de a gameplayben nem nagyon foglalkoztak, mert az egy-egyben ugyanaz, mint a templét. Azt a kurva. Ezzel a két óra alatt sok mindent tanulok. Na, itt az már, hogy is Peti, hogy aki game designer akar lenni, lesse meg a Game Makers Toolkit csatornát YouTube-on, tök érdekes lehet számára. Te ezt vágod? Nem, de hogyha az a Game Makers-ek a Game Maker nevezetű szoftverrel foglalkoznak, akkor inkább szívesebben javasolnám, mert van egy Game Maker nevezetű ilyen programkészítő dolog, ha nem ezt, akkor mellé megy a kommentem, elnézést, de a Game Maker az nagyon leegyszerűsít a játékkészítést. Akkor, ha azzal akarsz játékot csinálni, akkor inkább akkor a Dreams-en is csinálhatnám, mert körülbelül annyi közem van a játékfejlesztés, és az, hogyha egyszerűen akar valaki játékot csinálni, az inkább mondjuk a nagyon hasonló nevű Playmaker Visual Scripting programozási nyelvet javaslom, amivel 9,5 millió indie dolgozik ebben a pillanatban is, és azzal készült az Ori and the Will of the Wisp. Az az első belépési pont, amikor tényleg játékot fejlesztesz. Itt volt egy ilyen, hogy ha most kéne beszárnod egy most készülő játékba, melyik lenne az és miért? Egyik se. Szó szerint. Hogy? Nagyon szeretek játékot fejleszteni, de ma már én csak azokkal a játékokkal foglalkozom, amit az én fejemből pattan ki. Elég sok területen tudok belépni egy játék készítésbe, akár programozóként, akár designerként, akár grafikusként, akár íróként. Elég sok területen dolgoztam, akár architektként. De igazából nem szeretnék egy másik ember által fejlesztett játékba se belépni. Legyen az akár egy vállalhat Star Wars játék. Ha benne vagy egy játékba, akkor nem fogod élvezni a végére. Tehát igazából egy csomó mindent elspoilereznek a kollégák, meg az anyagok, aminek alapján dolgozol. Tehát, hogyha egy játék igazán jó, akkor abban nem akarok részt venni. Ma meg már az van, hogy az időm nagyon drága, és arra szeretném fordítani, hogy a saját hülyeségeimet készítsem el, programozzam le, csináljam a grafikát, mintsem, hogy elszegődjek valahová, és egy taszkon dolgozzak. Meg a másik gond, hogy nem tudom befolyásolni a teljes játék egészét. A kategóriában én már ezért nem akarok dolgozni, mert túl kevés az impactja a munkámnak. Tehát csinálok valamit, például csinálok 10 szörnyet egy olyan játékban, ahol van mondjuk 150 félre. Tehát az mikor találkozol vele? Lehet, hogy ameddig eljátszol, addig nem találkozol vele egyáltalán. Tehát egy kicsit kicsi
a lehetőség, ezért indízik nagyon sok a kategóriából visszavonult ember, így én is, és ez, ennek az első fecskéje lesz a nagyon egyszerű vírusdiktál, ami szerintem nekem, az anyukámnak már nem, mert nem él, de remélem a kisfiamnak még tetszeni fog. Nem, egyébként egész jól lett, mondták a srácok, hogy elég adatív, majd látni fogjátok, hogy ez milyen. Egyébként ez a fajta, nevezzük fásultságnak, tudom, nem egy jó leírás. Tudom, nem tudom, nem talál most hirtelen. Ez egy nagyon-nagyon tudatos döntés arra, hogy a saját utamat szeretném járni. Tehát még fiatal vagyok, okay. És most még van legalább 20 év, amíg ezzel tudok foglalkozni. Már foglalkoztam mindenkinek a videójátékával, végigmentem az egész alkategóriás pipeline-on. Oké, akkor ne nevezzük fásultságnak, nevezzük mondjuk fáradtságnak. Ez lehet példa az, hogy ez az, ami tömegesen végigmegy a AAA vonalon is, és ennyi, ezért hagyják ott nagyon sokan az indie szférát, és mennek át gyakorlatilag saját cégekbe. Hát mind a két irányú áramlás létezik, az indik is szeretnének AAA-ba föllépni, mert ugye abban látják a több pénzt, meg a nagyobb hírnevet, és a AAA-ban is mennek lefelé indibe, mert abban látják a nagyobb szabadságot. Tehát indizni nem csak azok indiznek, akik most kezdik a szakmát, hanem nagyon gyakran olyanok is, mint én ugyanabban a felütésből, hogy végigcsináltam mindent a AAA-ben, láttam, hogy mennyit tudok ebben a dologba befolyásolni, láttam, mit lehet elérni, és valóban nagy zsák pénzeket lehet vele termelni, de egy idő után már valószínűleg nem akarod mondjuk karaktermodellezőként a 416. Elfi Jásznyuszit megmodellezni, mert ebben az első úgy nézett ki, mint egy 3-5-os szekrény, az új meg pedig úgy, hogy megszólal, és hát arra a kérdésre, ami D-vel kezdődik, a noná a válasz. De igazából ettől függetlenül már nem akarok még egy ilyet. Akkor akarok legközelebb ilyet modellezni, amikor éppen nekem egy olyan kell. És mivel most én már nem fásultság, tehát megtanultam minden egyes területen azt, amit meg akartam tanulni, valamikor 20 éves koromban, hogy elképzeltem, hogy ez hogyan megy. Amikor elértem addig a szintig, hogy már mindent tudtam, amit kellett, akkor fogtam és azt mondtam, hogy... Nem a szakmában való fásultságra gondoltam, hanem a rendszerben való fásultságra. Ez nem fásultság, hanem igazából érted, hogyha te nagyon sokáig csinálsz valamit, akkor egy idő után mást akarsz csinálni. Tehát hogyha nekem eleve ez volt a célom, tehát nekem ez volt a tervem, amikor beléptem a játékiparba, hogy ott megtanulok mindent más projekteken, aztán csinálom a sajátjaimat. És ezt 40-valány éves korom óta ezt azért csinálom is. Néha még vissza-vissza ugrok, amikor így nagyon visszarángatnak, hogy valamit meg kéne oldani, vagy ilyesmi, vagy tetszik a feladat, vagy mondjuk pofátlanul sokat fizetnek, bár mostanában már esetlen érdekel, akkor néha még külsőzök különböző cégeknek, de nem, bár beülni biztos nem fog sehová. Mi volt az, amit mondjuk maradjunk a AAA vonalnál, mert szerintem ez a legtöbbünk számára, ami egy ilyen könnyű kapcsolódási pont. Mi az, amit mondjuk a legjobban szerettél ebben, mondjuk a AAA címen dolgozni? Nehéz ilyet mondani, mert csomó fejlesztőt fog megsérteni. És mi az, amit a legjobban utáltál a AAA-ban? Hát a AAA-ban ezt utáltam a legjobban, hogy nem tudok eleget befolyásolni a játékon, és amikor mondjuk egy másik területre szeretnék beleszólni, akkor nem hallgatnak meg. Mert igazából, ha grafikusként dolgozol, akkor be vagy húzva grafikusnak, programozóként dolgozol, akkor be vagy húzva programozónak, és hiába vagy multitalentum, nem tudsz átnyúlni egyik erről a másikra. AAA-ben fakkok vannak, és a fakban maradsz egész életed végéig. Mai napig a szakmában, az alkategóriás szakmában a legtöbben úgy ismernek, hogy én grafikus vagyok. De csomóan nem is tudják, akiket 10 évig dolgoztam egy grafikusként, hogy én programozóként kezdtem a szakmát, és majdnem vagyok olyan jó programozó, mint grafikus. És ugye mind a két területen vannak referenciáim. Csak más kérdés, hogy a grafikát hosszabb ideig tanultam, mert ezt őszintén szóval most minden programozót meg fog bántani, de azt a sokkal időigényesebbre gondoltam annak a megtanulását, mint egy programozói logikát, aztán ahhoz egy szintaxist. És bár programozást mindig ilyen szükséges dolognak tekintettem, aminek a mérnöki oldala tetszik, de a leisztolási részét nagyon nem szerettem. De most már nem kell leisztolni, mert olyan rendszerek vannak, amiben ezt viszonylag egyszerre meg lehet úszni. De a lényeg az, hogy minden egyes területet szerettem valamennyire. Vizuálisan talán az egyik legizgalmasabb az egy kis játéknak a fejlesztése volt, amikor japánokkal tudtam együtt dolgozni a Cinemorán, a japán konceptekből. Az nagyon izgi volt. Annak a megvalósítása vizuálisan az ilyen videografikus álma kategória. És hát nagyon klassz dolgokat tudtam benne csinálni, hála a csapatnak. Igazából a fő ellenfelek jelentős részét azt én csináltam, a játékos repülőkből mindegyiket, egy-két ellenfelet is, tehát elég sok lényeges momentum, ez egy kicsi projekt volt, tehát jellemzően mindig a kicsi projekteket szeretjük jobban, mert... De ahhoz képest hatalmas hype-ja volt itthon. Hát és aztán a THQ generált vele csak hasznot, a Digital Reality nem, amikor megcsinálta bele az EX verziót. Komolyan? Aha. Ennek lehet tudni egyébként, hogy nagyjából mi történt, vagy inkább ez inkább ilyen... Hát szerintem ez az a történet, tudod, amit minden más, minden magasságból nézve másképp mesélni, nagyon kedvelem azt a csapatot, és nagyon hálás vagyok, hogy dolgozhattam ezen a dolgon, de ott azért voltak olyanok, hogy
hogy nem álltott volna bele egy easy szint, nem álltott volna, amit később belekerült ugye a THQ-s verzióba, nem álltott volna bele egy legalább egy coach multiplayer, amit szintén javasoltunk, és szintén belekerült a THQ-s verzióba, nem álltott volna bele mondjuk angol szinkron, ami ugye tök jó poén volt, hogy az volt a döntés, hogy az eredeti shooterek azok japán nyelven szólnak, és angolul vannak feliratozva, milyen tök faszal, csak ezt ugye kitalálni úgy, hogy magyar nyelven szólnak, és angolul vannak feliratozva, ezt hogy se Japánban, sehol máshol nem nagyon lette meg a piac, és hogy legfőképpen a japánoknak kellett volna megenni. De a lényeg, hogy ilyen volt egy-két olyan nagyon, egyébként jó játékban egy csomó olyan szögletes gondolat, amit mondjuk meg lehetett volna menet közben változtatni. Meg hát a játék tényleg piszkosul nehéz volt az első verzióban. Tehát a Control, ez egy bullet hell shooter, hogyha valaki nincs képben, nagyon szép, talán mai napig a legszebb bullet hell shooter szerintem. Még az új Airtime Final 2-nél is szebb. Tehát ez egy igazán gyönyörű játék, és az egész szakma annak tartja, valamint érdekes a sztoria is. De mondjuk az első verziónak a kontrollja az, hogy ilyen, hogy animációban szép legyen, egy picit sodródott a hajó. Most ez egy bullet hell shooterban. Tehát amikor így, neked fix ponton meg kell, minden egyes shooterban, ahogy elengeded vagy az arcade sticket, vagy a D-pad-et, abban a pillanatban megáll. És ez nem azért van, mert el akarták baszni az animációt, mert tényleg hülyen néz ki, hanem azért, mert kerülgetni kéne azokat a lövedékeket, és ez nagyon-nagyon nehéz a színemórában, ráadásul van egy olyan mechanika, hogyha bizonyos színű lövedék mellett vagy, akkor döltödik az a bizonyos dolog, mert tud lassítani az időt egy kis időre, és ugye nagyon közel kell hozzá menni, és ugye ezt a mechanikát nagyon nehéz kivitelezni egy analóg, ekkora analóg karral, miközben még sodródik is az a kurva hajó. Most itt felmerül bennem ilyenkor, hogy a színemóra tesztjénél akkor ennyire pro játékosok voltak, akiknek ez nem tűnt fel, hogy kurva nehéz. Vagy ilyen mélyen nem mentek bele a tesztelésbe, hogy ki... Nem vettem részt a tesztelésével, tehát nem szeretnék apanyilaci helyett én erről nyilatkozni, mert ő volt a projektnek a vezetője, de biztos ezt el tudná mondani, én csak a grafikai részében vettem részt. Próbáltam beleszólni mindenbe, de hát nem nagyon. Ez ugyanaz, amit kifogásoltál, másodban belepofáznak folyton. Igen, egyébként igen. Tehát ez mind a két oldalról így van, az én projektemben valaki belepofázva, én sem hagynám. Tehát ez nem kritika az ő vezetési stílusa kapcsán. Csak az az ő projektje volt, az ő államprojektje, nyilván olyan lettem, ennek ő akarja. Csak később kiderült, hogy azért egy-két tanácsot, amit nem csak én adtam neki, hanem más is, Nagy Robi barátom például. Tehát nagyon sokan mondtunk dolgokat neki. A nehézségi szint az mindenhol szembe jött vele, hogy az kéne egy easy nehézségi szint, és arra az volt a reakció, hogy ez egy hardcore shooter, és ebben nem nincs ilyen. Végül is logikus. Na még pár dolgot bedobnék neked. Itt Moldred mondja, hogy nekem nem mond semmit, hogy lehet off-topic, de ha szeretnék belekezdeni a játékfejlesztésbe, akkor a PT Code tanfolyam nekem jó lehet? C++ és PHP-ban van már tapasztalatom alkalmazás készítés szintje, ezeket mondom. Hát igen. Már nem a C++, hanem hogy ez a... Mi az egész kérdés PT Code? Hát szerintem ne a kóddal kezd, hanem egyrészt ugye bármilyen programozási tapasztalatom van valakinek, ha már ez egy iskolai kérdés lett, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy először azt kéne végigfutni, és senkinek nem engedjük, hogy rögtön a kódtanfolyamra jelentkezzen, mert akkor a Gergő azért eléggé rossz lenne venni, hogyha nincs előkészítve a hallgató. Nem programozói tudás kell, hanem annak a tudása, hogy épül fel egy játék, és hogy az mennyiben tér el bármilyen más programozott alkalmazástól, illetve hogy mi a tervezésnek a folyamata, és ebbe hogyan lehet, milyen módon belépni. Úgyhogy mi a Develop Classicot szoktuk kezdetnek javasolni. Utána pedig két irányba kanyarodhatsz, hogyha a programozás rész érdekel. Az egyik ugye a PT kód, ami hagyományos kódolást, konkrétan Unity-ben legnépszerű C# kódolást tanít. Ezt játékipari példákon keresztül egy szintén több mint 20 év tapasztalata rendelkező programozótól lehet megtanulni. A másik irány meg a Develop Advanced, ami inkább azoknak szól, akik önállóan egyedül akarnak játékot csinálni, mert ott meg Visual Scripting-gel dolgozunk. Egészen pontosan sokat emlegetett Playmaker lesz, Magyarországon csak mi tanítjuk. A világon azért ez szerencsére nem ilyen rossz a helyzet, tehát több stúdióban tanítják ezt a dolgot. Annál is inkább, mert ez a legnépszerűbb, jelenleg indikáltan használt. Hát a programozási nyelvnek mondom, akkor minden programozó elhajt az anyámba, de bevállalom, tehát ez egy Visual Scripting programozási nyelv. Tehát ezzel gyakorlatilag egy videójáték fejlesztése lerövidíthető, nagyon gyorsan lehet vele dolgozni, és a lefordított kód pedig, mivel alapvetően ez is C# elemekből áll, ha jól van megírva, akkor semmivel se fut lassabban, mint egy teljesen kézzel C# megírt program. Tehát ezt tanítjuk a Develop Advanced-en, tehát vagy a Develop Classic, Develop Advanced kombót javaslom, vagy mondjuk a Develop Classic PT kódot, de akár mind a kettőt is lehet. Általában Gergő barátom hálás szokott lenni, hogyha valaki végigmegy az Advanced-en, mert ott megtanítom az összes olyan játékipari best practice-t, hogy mi hogyan működik egy videójátékban, és Gergőtől már viszonylag keveset kérdeznek ezekről, akkor tud haladni a programozásnak a szintaktikai meg egyéb területeivel, tehát akár a kettőt kombóba is lehet tolni.
gyere hozzánk bármikor. Annyit azért mondok, hogy például az Advanced tanfolyam az, amire kb. 4 hónapot kell várni, hogy jelentkezel. Mert annyira nagyon sorban állás, pont amiatt, hogy ugye hát 9,5 millió indi ezzel foglalkozik. Tehát gyakorlatilag tesztelt kódokból raksz össze egy játékot, úgyhogy csak egy dolgot cseszhetsz el, az a game code. De egyébként az alkategória is most egész jelentős mennyiségben áll át Visual Scriptingre. Úgyhogy ez egy nagyon fontos irány. Egy hallgatómat most vették fel egy olyan munkakörbe, ahol ezzel dolgozik, úgyhogy grafikusnak jelentkezett. Na, ez azért is jó egyeket erről beszélni, nem akarlak már ennyire provokálni, hogy... Azt kérdezett a feleségem, mikor végzünk? Ja, itt van már? Nem, még nincs, de mikor végzünk? Jó, mennyi van még? Szerintem egy olyan 10-15 perc, az jó? Persze. Éged itt van a közelben? Igen, a gyerekkel kerestek egy játszóteret. Na, itt van, arra. Persze megtaláltak. Ja, jó, oké. Tehát talpra esett megtaláljon. Kérdezni is tud ügyesen. Itt még akkor viszont belerohannék még két témába. Az egyik, amiről nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy egyébként is, hogy te mondjuk mint személyesen, mint Attila, és mondjuk mint a szakmán belül feláll. Hogy te hogy látod, hogy a fizikai adathordozóknak mennyi jövőjük lesz még, mert ezt mi igazából több generáció óta temetjük ezt az egészet, de valahogy az Istennek nem akar kimúlni ez az egész. Oké. Hát a fizikai adathordozóknak nulla jövője van ebben a szakmában, szerintem. Hát nézd meg például, mi lett a Blu-ray lemezekkel, ki az, aki már megveszi a filmet lemezen. A Blu-ray az konkrétan kihalt. Most ugye azt várják, hogy a Warner mikor fogja bejelenteni, hogy a Blu-ray filmeket már nem ad ki, és gyakorlatilag onnantól fogják számítani a Blu-ray piac halálát. Igen, így van. Hát a Blu-ray piac az egy viszonylag hosszú haldoklási része van, tehát nem futott fölül, mint a DVD piac. A fizikai adathordozók minden területen teljesen fölöslegesek lesznek szerintem. Mindent felhőből, mindent ilyen módon fogunk tudni csinálni. Hát azért helyezik el mégis a gépekbe, mert nagyon sok ember ugye ragaszkodik a tárgyakhoz, és a mai napig az adathordozóval azonosítja a játékprogramot például. Holott hát tapasztalta, hogyha berakja a lemezt, akkor utána lejön egy ilyen 100 gigás patch, ami egyébként meg kicseri az egész játékot. Tehát ma már fölösleges fizikai adathordozókhoz ragaszkodni, mert nincs rajta a játék. Ugye mindenki azért ragaszkodik, mert azt gondolja, hogy ha nem lesz szolgáltatás, akkor nem fog tudni játszani a játékkal. Fizikai adathordozóval sem fogsz tudni játszani a játékkal, mert a konzolnál nem fogod tudni letölteni az update-eket, nem fogod tudni letölteni ezeket. Még ehhez az a megoldás állna a legközelebb, hogyha mondjuk valaki ezeket a Game of the Year Edition-eket venné meg, ami már ugye a felupdatelt utolsó verzió, de a gyűjtők általában az első verziót meg szokták venni, vagy mindegyik verziót meg szokták venni. Tehát szerintem ez, hát hogy hány éven belül döglene meg, hát ez egy nagyon jó kérdés. Pár évig még biztos fog haldoklani, hogy a mostani generációs konzolokon még van adathordozó, tehát van hát az egyiken, mindegyiken van, a kettőből van optikai olvasó, addig meg biztos, hogy nem hal ki, csak az a kérdés, hogy akar-e bárki is lemezen venni bármit. Annyit még hozzátennék ez a képlethez, hogy tavalyra kijött már egy statisztika 2020-as játékeladásokról, és gyakorlatilag nincs olyan kiadó, akinek minimum 60% alatt lenne. Tehát és minimumról beszélek, 60% alatt lenne a digitális értékesítése. És ugye, mint már beszéltünk itt hivatkozás formájában arról, hogy ez a 60% ez már a Nintendónál elérhető, tetten érhető, és ugye arról a Nintendo Switchről beszélünk, aminek nincs háttértára gyakorlatilag. Vagy a minimális, hogy gyakorlatilag nincs. És még ott is a digitális forgalmazás működik, és ezzel rögtünk, hogy nem van... Ez hozzá nagyobb kártyát, csak többbe kerül, mint a Switch. Igen. És ugye pont ezzel röhögtünk, hogy nem a Nintendo-sok szoktak prüszkölni jellemzően, hogy szűk a háttértel, hanem általában az Xbox-nak a PlayStation közösség, nyilván megint gonosz vagyok, de... Tehát a régi Mario-kat játsszák rajta, azok meg tudod, ilyen kis tehetérfoglalások. Tényleg. Azokból elfér az összes. Jogos, mondjuk ebben nem gondoltam bele. Az elsőt, ami 14 kilobájt. Nem, hát feladételben az is hosszabb. Jó, és akkor itt volt még egy olyan, hogy... Ricsi H.H.-nak a kérdése, hogy a játékmenet vagy a sztori jön előbb, amikor belekezdenek egy projektbe egy single AAA játék esetében? Teljesen változó. Valamikor a sztori köré írják a játékmenetet, valamikor a játékmenet köré írják a sztorit. Tehát ez totál változó. Egyébként a gameplay szerintem mindig, ez rosszul fog hangozni, de a gameplay az önmagában is mindig fontos. Tehát én nem szeretem azt, amikor a háttérbe szorítják magát a gameplayt. De az emlegetett példákban például Bioshock eleve volt annyira jó ugye az FPS template, hogy nem kellett nagyon foglalkozni vele. De ettől még valaki azt már korábban egy jó gameplayt csinált abba a templétbe, úgyhogy onnan már csak rá kellett tenni a sztorit. Tehát ilyet lehet csinálni, de nem árt, mind a két láb elég erős. A fejlesztési sorrendben még az is előfordul, sőt mindig így van, hogy két teljesen külön csapat dolgozik az egyiken és a másikon. Tehát most a történet mindig különböző csapatok dolgoznak, de a történet az gyakran kiszolgálja a gameplayt, és a gameplay gyakran kiszolgálja a sztorit.
Erről valamikor beszéltünk, nem hiszem, hogy veled, hanem szerintem akkor valaki mással nyilván, de hogy... hogy olyan játékkal szívesen játszom például, aminek mondjuk gyenge a története, de jó a gameplaye, de fordítva, aminek jó a története, de atom gyenge a gameplaye, az olyan viszont nem. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy vegyes, hogy milyen megszületése vannak, de mondjuk ez a hierarchia. A játék szerint... az elsősorban a játék. Igen. Csak ugye azt érdemes tudni erről, hogy ugye egy játékban létezik kétfajta drive, ami miatt játszol vele, az elsődleges, a másik a másodlagos drive. Design szempontból az elsődleges drive az mindig a pure gameplay, tehát ami story meg grafika nélkül is valamiért élvezetet jelent, hogy játszol vele. De egy ilyen pure gameplayre nagyon jó példák a 80-as évek arcade játékai, ahol a teljes játék hossza durván 35-40 perc. Tehát ennyit bír ki mondjuk egy pure gameplay, amiben nincsen igazán felöltöztetve a dolog, csak van egy kis grafika és nem magyaráznak túl sok mindent. Ugye a másodlagos drive-ba pedig már két dolog szokott tartozni, az egyik az a story vezetés, hogy hogyan alakul a story, mert kíváncsi vagy a történetre. Ez ugye hosszabbítani tudja azt, hogy mennyi időt akarsz feleltölteni. Illetve még egy érdekes dolog, ami ugye egy viszonylag új, hát új, hát azért elég régi, de mondjuk azt, hogy a videójátékos ipar méretéhez képest viszonylag új dolog, az pedig a fejlődési rendszer. Tehát, hogyha a teljes élettartalmat nézik a videójátékos iparnak, a fejlődési rendszer. Ugye a fejlődési rendszer megint egy másik olyan drive lehet, hogy új képességeket kap, stb. Hát a szerepjáték motivó. Igen. Ez, hát ma már mindenben van a fejlődési rendszer. A lényeg az, hogy ez megint egy olyan drive, ami a másodlagos drive-ot segíti. Az elsődleges drive az mindig az alap gameplay, aminek önmagában is jónak kell lenni, de azzal nem fogsz tudni játszani csak 35-40 percet, mert különben monotonná válik. És ugye ezt tudjuk oldani az újabb lehetőségekkel, azaz a sztorival, illetve a játékos számára adott újabb eszközökkel mondjuk egy fejlődési rendszerben. Tehát ez a kettő lába van egy ilyen dolognak. Hát szerintem bármelyik sérült, akkor azzal mindig gond van. A sztori nem baj, ha kretén, hogyha a játék élmény jó, de tehát a sztori az de amikor nem veszi saját magát komolyan, az néha jobban sikerül, mint akkor kurva komolyan kéne venni, és akkor utána az a fő ellenség, hogy 40 percig lősz egy világító pontot a ellenfél felületén, és ezt valami nagyon komolyan kéne gondolni. Tehát jó, bazzag, micsoda epikus, miért mennünk küzdelem. Ott villog a golyó, lőjük. Tehát ez, igen, ez szokott azért ebből gondolni. Jó, igazából szerintem mi most ebben két órában nagyon sok mindent kibeszéltünk, ami így felkapaszkodósában volt az elmúlt majdnem fél évben. Te próbáld ki a Squadrons VR-ben. Squadrons VR-ben. Jó. Egyébként azt mondták, hogy fogják most küldeni a HTC Cosmos, az új Vive-ot. Vive Pro 2. Vive Pro 2-t. Én már előrendeltem. Igen? Hát itt lesz, kipróbálod? Igen, szívesen megnézném előbb, de lehet, hogy jobban jársz, ha inkább hozzám jössz, és az én gépemen próbálod ki. Adnak hozzá gépet. Na, az viszont jó hír. Hát akkor ne gyere. Ne is úgy. Akkor gyere te. Lehet, és akkor kipróbáljuk, és akkor lehet, hogy lesz még egy kanyar ilyen beszélgetés, és lehet, hogy első körben tudnád megmutatni, mit tud a Vive. Hát igen, a DisplayPort 1.2 vagy 1.4a kell hozzá, alapban a DSC-s kimenet kell hozzá, úgyhogy emiatt hát átlagosan a 30-as szériai videókártyák fogják jól kiszolgálni. Azt meg reméljük, hogy lesz a gépben. Én viszont megköszönöm a figyelmeteket. Biztos, hogy lesz, azért legyek, hogy teszteljük. Hát reméljük. Tuti, az 5K-t akarják megmutatni, azt már. Lenne benne, hogy 1060, tudod, és akkor egy kanistoljál vele. Akkor... lesz kell az a felbontás, lesz az a frekvenciát, és akkor ugyanolyan, mint az előző. Ja, hát jó, könnyű. Igen, az még egy gondolat egyébként, hogy figyeljetek a VR területre, mert igazából most ugye a PlayStation VR 2-ről is jöttek pletykák, elég jónak ígérkezik, illetve nagyon fontos, hogy ezek az új headsetek, amik most érkeznek, azok 5K per szem. Ugye? 5K per szem. Egyelőre ott tartottuk, hogy a Vive Pro-nak a felbontása az volt durván 2K per szem, durván, tehát összesen egyszer 4K volt összességében, picivel, nagyon picivel több. Ugye a Cosmos ennél picivel jobb volt, az olyan 2,5K per szem, és most jön az 5K per szem, gyerekek. Azt szerintem meg az én gépem sem fogja kiszolgálni egyébként, ez nagyon súlyos. Tehát egy Alixot gondolj bele 5K per szemmel. Majd megnézzük. Az a kiszámolt felbontás, aminél már nem látsz semmiféle pixelt, egy screen dooringot. Én nem is emlékszem, egyébként láttam egy pixelt a Half-Life Alyxnél, tehát... Mert nem enged nagyon messzire nézni az a tükkér, és amikor messzire nézel, akkor meg kicsit direkt ködös. Mert ugye az a probléma, hogyha messzire nézel a VR-be, csak azért, hogy legyen egy off-topic, amit majd írják, hogy mi a vége, még mennyit pofáztak. Tehát, hogy messzire nézel, akkor nem azt csinálod, hogy valójában messzire nézel, hanem egy kisebb területére fókuszálsz a kijelzőnek, és az azt jelenti, hogy ott nagyon kevés a pixel. Tehát a jó VR játékok ezért játszódnak, ami nagyon szépnek gondolsz, azok ezért játszanak általában a szűk folyosókon, a legtöbb koridor shooter, vagy valami szűkebb térben, vagy mondjuk űrben, ahol eleve ilyen maszatos a háttér. Mert hogyha ezt így csinálod, akkor nem tűnik fel az, hogy valójában akármilyen felbontás is a kijelződ, ha nagyon messzire nézel, oda nagyon kevés pixel jut. Most még annyi kérdésem lenne az eye tracking-gel kapcsolatban, még mindenfélével. Hát most azt képzeld, a Vive Pro 2-ben nincs eye tracking, viszont később fog hozzájönni. Hát lesz vagy nem lesz az pletyka, viszont fog hozzájönni később, csak azért szedték ki belőle, mert az 5K-s kijelzők miatt így is kurva drága.
Aha. Tehát ha megveszel egy teljes szetet, 600 000 forint. Csak a HMD belőle 3 kiló. Hát 237 plusz adó minden országban. És ugye ez csak az üres szemüveg. Nyilván akinek van ökoszisztémája hozzá, az tök jó áron megveszi, mert a szemüveget tök olcsó le meg lehet venni. De a teljes pakkot, amiben még mindig ezek a régi Vive Wandok vannak, az borzasztó túl van árazva. Tehát majd meglátjuk, hogy milyen csomagok lesznek, mert ugye most még csak a HMD-t lehet majd megvenni, később lehet majd a full csomagot. De mindegy, az is nagyon hiányzik a HTC-nek egy rendes kontroller, mint ami az Index kontroller, amit egyébként ők fejlesztettek. Csak ugye amikor a Valve-val szakítottak, ugye ezt úgy hívták, hogy Vive Knuckles, azt a kontrollert, és amikor a Valve-val szakítottak, akkor valahogy az a Valve-hoz került, és az Indexnek a kontrollerje lett. De... valahogy oda került. Hát senki nem tudja, csak a Valve meg a HTC, hogy pontosan mi volt már. Ugye már ezt itt hagyták, nem baj, kiadjuk. De nem egészen így történhet. Tudom, persze. És az első generációban egyébként rosszabb minőségben gyártotta a Valve, mint amit a HTC gyártott, és egy csomó baj volt vele az analókkal, nem lehetett megnyomni bizonyos szögek, meg ilyesmi. Most már nagyon szuper, most már mindenkit arra sarkalok, hogyha jó VR kontrollt akarsz, PM Pistol kontrollt, amit trackeli az ujjaidat, meg tudsz vele így mutogatni a Half-Life-ban, nagyon megéri. Ez lesz a thumbnail kép szerint. Igen, igen, nagyon jó. Okay. Ez a véleménye a nézőkről, mostantól nincs, gyűlölködjünk. Tehát igazából az most már kijavították, most már az a legjobb vásárolható kontroller. De mondom, lesz eye tracking, csak külön lehet megvenni, és külön kell majd berakni a két lencse köré egy ilyen kis szalag, és olyan ilyen kivezetése lesz a dologba, sőt, sight tracking is van. Hát ilyen, tudod, vannak ezek a VR social dolgok, amikor beszélsz és látszik, hogy hogy mozog a szád, az is lesz hozzá, sőt, az már van is, és még a kéz-láb és egyéb szervekre rakható tracker eszközöket, most már elég pici lett ahhoz, hogy mindenre rá lehessen rakni, az is most egy újabb generációba jön. Annyira várom ezeket a szenzorokat, hogy lábúj közben lehessen berakni. Mint a strandpapucsot. Pont erre és próbáltam akkor... célozni. És egyébként ezek a Catwalk VR-ok is egészen jók. Tehát ezek a, hogy mondják, ezeket a Catwalk, ez a gyártó, de a Treadmill, igen, ez szokott lenni a nevük, pont mint a futógépnek. Tehát ilyen, ezek is kezdenek egész tűrhető árba kerülni, tehát most már ezt is ilyen 3-400 körül meg lehet venni, úgyhogy lassan tényleg ott vagyunk, mint a... Ja, lehet bennük ülni, meg googolni, meg ugrani lehet, lassan tényleg ott vagyunk, mint a Ready Player One-ban. Azért az 5K az durva lesz, majd meglátod. Jó, kíváncsi leszek rá. Na viszont nekem tényleg kell rohannom, most már mosdom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok, bevizlent. Én valami is ülök egy kicsit. Legközelebb találkozunk még. Sziasztok, szép napot.